Igen, Jason Donovan, énekes dalszerző. Igen. Ja, és hogy nem írtam oda ilyen csehek? Nem, hanem odaírod ezeket baromságokat. Tehát tényleg a 70-es évek ifjúsági magazin megfogalmazásai vannak. Nagyon jó voltam a 90-es évek ilyen magazinjának. Milyen voltál szerkesztője? Nagy rajongója. Ja, rajongója. Olvastam a 90-es években. Pécs 8 fokos, 20 fok lesz napsütéssel, Sánkháj 16, 29 lesz és napsütés. Miskolc 7 fokos, 18 lesz felhősem. Gyula 6 fokos, 18 lesz esővel. Budapest 7 fokos, itt 19 lesz, és itt is esni fog az eső. Ó, megint felugrott a licensz ablak, hogy nincs. Megnyomom. Az a baj, hogy valaki erre rá fog nyomni reflexből, és vége lesz mindennek. Oké. Fönndrive-ot árulunk akkor. Jó, gyerekek, nagyon-nagyon egyszerű az egyik témánk, a másik is az a baj. Nagyjából ennyi. Nagyjából ennyi, nem, az egyik. Európában most már egyre több felé olvassuk, hogy nagy pánik van. Hogy hívják ezt a rovart? Ágyi Poloska. Ágyi? Ágyi. Ágyi Poloska miatt. Én ezt olvastam egy csomó helyen egyébként, így mész egy hírportára, ott is ott van. Gondoltam, akkor ez fontos. Tehát, hogy ez most nem olyan, hogy sok a szúnyog. Ez így van. Egyébként nem csak Európában, Amerikában is, de hát Párizsban iszonyat nagy pánik van. Olyannyira, hogy most már nem csak kórházi ágyak, csak idézőjelben, nem csak otthon egy-két matrac, hanem már a metróban, a metróüléseken, a vonatokon, mindenhol felbukkannak ezek az ágyi poloskák, iszonyat módon terjednek. Nyilvánvalóan baromi kellene, mert nagyon nagyot nem ártanak, csípnek. És ha belegondolsz az, hogy rovarok között fekszel, az. Ülsz a metrón, azért a ez nem egy kellemes. Az, hogy nem ártanak, az nem teljesen igaz, mert megcsíp, és annyira viszket, mint az állat. És ezt mondom, maximum csíptek. Csíp rád egy sort, azért az nem annyira bulis. Így minden éjjel mondjuk. Igen. Tehát egy szúnyogcsípéstől is ki tudsz borulni, képzeld, a minden éjjel úgy ébredsz, hogy minden reggel, hogy van rajtad egy 6-8. Nem azt mondom, hogy kívánom magamnak, de hogy nem... De másnak, igen. De fertőzés nem terjeszt meg ilyesmit. Az igaz. Tehát a lényeg az, hogy Franciaországban most már a kormány foglalkozik azzal, hogy tudná kiirtani, főleg ugye a jövő évben lesz az olimpia? Pontosan. 2024-ben. Igen. És bennünk egy csomó kérdés van ezzel kapcsolatban, mert eddig ugye ezek az ágyatkák voltak, ezeket ki lehetett gőzölni, meg nem tudod, de nem láttad őket. Valljuk be, nem láttad. Lehet, hogy tele van mindenki, mindannyiunk ágya atkával, de nem látjuk. Igen, meg nem is csípnek. De ezek a poloskák, ezeket látod, ez ilyen 5 mm hosszúak. Undorítóak, és csípnek. Tényleg undorító. És ezért gondoltuk, hogy jó, akkor nézzük meg, tehetünk-e egyáltalán ezzel ellen valamit. Ez előbb-utóbb felbukkan-e Magyarországon is, tehát hogy ez egy természetes folyamata ennek. Az 50-es években kiirtották, majd, hogy nem végleg, ezek szerint nem. Nem, maradtak még családok, és azok most újra települnek. Igen, és ezért beszélünk a dr. Korányi Dáviddal, az Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársával. Ő nagy rovar szakértő, ugye? Így van, ő poloskákban kifejezetten otthon van, kutatja, foglalkozik vele, úgyhogy vele. Hogy és ő elmondja, mit tegyünk, hogyha felbukkan otthon nálunk, egyáltalán tehetünk-e valamit, kit lehet fölhívni ilyenkor, hogyha poloska van nálunk. Hát ez is egy jó kérdés, hogy egyáltalán mennyire kell paráznunk ettől, el tud-e ez jönni Franciaországig ugyanez a gáz, ami most ott van például. Hát igen, most, hogy Anettnek nincsen francia szeretője, picit nagyobb az esély, hogy megúszunk. Lassult az invázió. De megjön a poloskás Anett, képzeld el, és akkor és befekszik bármelyikünk mellé, már ott van a fertőzés. Abszolút. Igen. Vagy a Gyuri mellém ül, elég annyi. Ennyi, és akkor én is viszem haza a Franciaországból hozott lő poloskáját, és akkor vége. Na, igen, az a vicc, hogy nem vicc, és eléggé nagy gondot okoz most már több országban, Németországban is, hogy erről azért beszéljünk, mert simán elképzelhető, hogy előbb-utóbb itt lesz. A másik, hát ma quiz time van, akár hiszitek, akár nem. Tegnap volt szülinapja Jean-Claude Van Damme-nak. És Anett, Atinak. És Atinak, így van, de választanunk kellett. Igen. Hogy kiből csinálunk quizt. Igen. Bocs, Ati. Szavazásra bocsátottuk, de hát Van Damme győzött. Van Damme mindig győz. Bocs, kiegyenlítetlen volt a küzdelem. Igen, Jean-Claude Van Damme, nem is tudom, hogy kit ihletett meg jobban, Anettet vagy Gyurit. De azt tudom, hogy Gyuri miatta kezdett el ütni-verni, sport egyesületben, igen, köpenyben. Gyerekkorom nagy bálványa volt, igen. Franciául tanulni. A küzdősportban inspirált. Ugyanakkor Anett most már napok óta mondja, hogy hát neki meg egy akkora férfi ikon volt mindig is, hogy ezt most ő dobta be. Igen. Szerintem akkora. A barátnadrág meg a spárga miatt. Én nem vagyok nagyon jártas Van Damme ügyekben, bevallom. Nem is tartottam soha nagyon izgalmasnak, amit úgy láttam tőle a filmekben, tehát a hasonlóan
Pedig azért volt. Egy picit jobb színésznek tartottam Steven Seagal, de hát az se nagyon... Nem volt jobb. Igen. Kemény, amit mondok? Kemény, amit mondok. Jean-Claude Van Damme megértette velünk, hogy Steven Seagal mekkora színész. Kb. Ezért csinálták őt. Az az ember, aki egy balta arccal és kb. 25 mondattal tudta le a karrierjét, az jobb színész, mint Van Damme, azért az kemény lenne. No, akkor idézz már egy nagyon-nagyon jó mondatot Van Damme-tól egy filmből. De sírjunk. Én tudok egyet. Na, mondjál. Én vagyok a karate Fred Astaire. Ezt ő mondta. Te benne lesz a kvízben? De hogy nem. Is azért. Tényleg jobb a Seagal. Én vagyok, ugye jobb a Seagal? Én vagyok a karate Fred Astaire. Egy idézetet, egy szót nem tudok a Steven Seagaltól, de ennél biztos. És egyébként tök érdekes, hogy a Seagallal hozzátok párhuzamban, mert nagyon nagy konfliktusaik voltak, majd erről a kvízben lesz kérdés, igen. De hogy? Hát az egyik egy akkora, mint egy bölény, a másik meg akkora, mint egy gyufáskatuja. Nem kekezkedtek egymással, pontosan a harcművészeti tudásukat illetően. Igen. Na jó, de az egyik tényleg egy ilyen ugri-bugri, ilyen gyakorlatilag cirkuszba való. Egy ágyi poloska. És a másik meg egyszerűen, hogyha megtámadod, megfogja az öklödet, kicsavarja és térdre kényszerít. Jó, de kicsi a bolzerős. Ez az aikido, csak hogy mondja. Ez az alapszabály. Tehát nagy szakember lett. Nagy szakember vagyok. Igen. Nem, csak jobban megetted a Seagal marketingét, szerintem erről van szó. Hidd el, hogy egyiket se ettem meg. Tehát ha két filmet nem kéne néznem soha az életben, akkor ez a kettő lenne. Ez lesz a vége, hogy holnap Steven Seagal kíz lesz. Várom. Na mindegy. Szóval, de hát tudjátok, ebből ti is profitáltok, drága hallgatók, mert 10 kérdés lesz, abból 7-et fog Anett majd felénk intézni, és 3-at majd a hallgatók. Te valamilyen szinten képzett vagy Van Damme-ból? Nagyon kérlek. Laci, mindig ezt mondod. De lehet dolgokat, amit az ember olvasott róla a bulvárban, nem tudom, azokból valami talán átszűrődik. Tegnap miután megtudtad, hogy ez lesz a téma, tudom, igen. Gyuri, igen. Mindig azt biztos, hiszem, hogy rámentél, igen, Stréberkém. Nem mentem rá Stréberkém, meg jelző osztogatókám, mert az rohadtul ötös. Nem érdekel a Jean-Claude Van Damme, annyit tudok róla, hogy a kamion közös párgázon. Most már reketre dühíted magad. És ki dühít reketre? Ki dühít? Ki a hibás? Te. A jó Istenit neki. Jól van. Nem gondoltam, hogy Claude Van Damme-on fölizélem magam. Az, felhúztad magad. Na mindegy, belga a fiú. Egyébként melyik a nagyobb, a Manneken Pis vagy ő? Hát, az első. Jean-Claude Van Damme-ot még nem láttuk úgy. Na mindegy. Alig várom. És Anett nagyon nagy munkát fektetett bele, mert mint ő nagy írta rajongó, a kvízt? Az egészet ő írta, képzeld el. Én igazából csak egy picikét lektoráltam, de nem akartam nagyon belemenni, hogy tudjak játszani, és ez Anett szellemi terméke. És hogy tudjál játszani délután, már zélegoztál? Nem nagyon érek, mert fel kell építenem még ezt a póni udvar. Mi van ma reggel velünk? Tényleg szép nap előttel. Na nézzük, Vályi Pista mit akar tőlünk. Autós téma nyilvánvalóan, és ez baromi érdekes, hogy szigorítanák itthon az autotuning feltételeit. Én azért csodálkozom ezen, mert például, ugye, amikor többek között YouTube videókat nézek, és nézem, hogy a német rendőrök miként és hogyan intézkednek a német utcákon, akkor ott az egyik fő, hogy ha egy pici eltérés van, és nincsen beigazolva a TÜV által, hogy az szabályosan van kicserélve, módosítva, stb., azonnal el az autót. Én mondjuk ebbe azonnal elveszik az autót. Tehát egy spoilerke nem lehet sehol rajta, hogyha az nincs úgymond a TÜV által dokumentálva. De egyébként én meg ebbe alapvetően zéró toleranciát vezetnék be, de ez a tuning, ez egy... Hát aztán a tuning ugye a motor módosítást is illeti természetesen, picit leülteted az autót, ilyen kerék, amolyan helyet, tehát rengeteg olyan dolog van, és ezek mind Németországban mennek így a rendőrségi telepre, és lehet majd érte jönni, kiváltani és visszamódosítani, és aztán azt egy dokumentummal bizonyítani. Na, ezt is körül fogja járni egyébként a Pista, hogy külföldön milyen szabályok vannak erre, meg hogy mi számít amúgy tuningnak, mert lehet, hogy mindenki autóján vagy sokak autóján van ilyen olyan dolog, ami mondjuk már beesne ebbe a szabályozásba. Simán elképzelhető. Na, ez izgi lesz. És akkor jöhetnek a tegnapi nap legjobb pillanatai. Hát ez Hajdú Petivel volt egy beszélgetés igazából azért, mert elindította a YouTube csatornáját, de hát ugye akadályokba ütközött. Bizony, mert a Beköltözve Hajdú Péterhez című új sorozatának az első vendége Majka volt, kicsit szókimondóra kerekedett ez az adás, úgyhogy a YouTube le is tiltotta. És 7 óra lesz 8 perc múlva, Zöldséges Zsoltnak üzenik, hogy az csak egy habanero volt, bár azt se bírtad volna, üzeni a Karolina Réperes. Aztán szép reggelt. Bocsi, mikor lesz hashtag Bocskor újabb évada? Nem is évada, hanem
novemberben kezdjük csinálni az újakat. Tehát onnantól hetente megint újak. Aztán sziasztok Istenek, nálunk is jelen van már az ágyi poroska, méghozzá tömegközlekedési eszközökön. Tudom, mert ott dolgozom, üzeni Batyi. De az hol? Azt nem tudom, nem írta le. Szigetszent Miklós Gerinc úton baleset, lezárták, elesett a város, Budapest felé nem lehet kerülni, vagy kijutni, szép napot a csapatnak. Igen, ott egy kis teherautó és egy személyautó ütközött össze, és valóban már több kilométeres a torlódás. Na jó, köszönjük szépen, Laci, hát lapozgattad megint a színes újságokat. De bizony, hogy mennyit lapozgattam, olyan újságszagú lett a kezem, hogy átélhetjük azt, amit Kabát Peti átélt, képzeljétek el mostantól kezdve Budapesten, megérkezett David Beckham. Megérkezett David Beckham, Viaszból, ugye? Ja, ó, Viaszból, ugye? De kár, megőrültem, mert tegnap kezdtem el nézni a Beckham sorozatot. Na, és jó. Hú, de jó. Nagyon. Ó, de jó. Én mindig kedveltem ezt a fickót, de ez csak szerethető. Tehát, és az a... Én azt gondolom, hogy mindenki, aki valamit elért egy olyan foglalkozásban, ami nagyon-nagyon kirakatba teszi őt, hogy nagyon sokszor az ember bele se gondol, hogy miken megy keresztül, és mikben kellett úgy helyt állnia, és pszichésen rendben maradnia, hogy tudjon tovább teljesíteni. Ez vonatkozik előadókra, épp úgy, mint sportolókra. Az, amin keresztül ment ez a Manus, a egyik VB-t illetően a Simeonéval kapcsolatban, azt nem kívánom senkinek. Pont most tartok ott, igen. Most tartasz ott? Fú, az nagyon brutális. De nagyon emberi, nagyon szerethető. Bocs, Beckham jön, akkor Budapestre, Viaszból. Már meg is érkezett Budapestre, és amiért átélhetjük, amit a Kabát Peti átélt, mert hogy a Beckhamet befújták azzal a parfümmel, a figurát. Ezt mondták? Igen. Tehát, hogy körbe lengi az az illat, amit Kabát Peti is érzett a pályán. Hú, bocsi, tudod, milyen jó illata volt? Én sose felejtem ezt a mondatát a Petinek. Igen. Bocsi, ott álltam, felrúgtam, mert ő is fel, de bocsi, hú, tudod, milyen jó illata volt? Nem hiszem. Nem, hát én nem vagyok nagy híve egyébként ennek a Viaszt figurázásnak, mert tényleg ott van egy ilyen szobor, tehát Kossuth szobor mellett nem indulsz meg, hogy hú, itt van a Kossuth, és úgy néz ki, mint ahogy kinézett. Oké, nem fújták be azzal a parfümmel, vagy befújták, tehát én sose értettem, hogy miért kell ezt, mereven áll valaki, és akkor azt nagyon élvezzük, de oké, akinek ez öröm, jó illatban Beckham, aztán, aztán mindent, ami a világnak apró örömei, azt próbálod ilyen sárga húzni. A Madame Tussaud az egy akkora kaland, a Bécsi még, egyébként a Bécsi sem annyira vészes, de hát a londoni, hát az egy hihetetlen kaland. Hát a merev emberekkel. Mindegy, most a Beckham-mel átéljük azt, amit... Milyen legyen? Persze, hogy merev emberek. Hát igen, de onnantól kezdve mi az érdekes benne? Tehát, mozogjon? Hát valami törre, legyen ő ott. Na mindegy, jó, mindegy, átélheted azt most akkor a Beckham-mel, amit egy parfümériában azzal a kis fújólappal, amit okay. Megszagolgatod. Azt mondja, hogy Adél Las Vegasban koncertezik, tudod, az énekesnő. Uh-huh. Koncertezik Las Vegas-t is ismerem. Igen. Na, tudod, az Adél, tudod, ott a Vegasban. Na, Las Vegas igazi, az egy igazi hely, minden papírmaséból van, de mindegy, ott a szállodákban vannak ilyen világsztárok, koncerteznek, és most a koncert közben neki volt egy ilyen váratlan megnyilvánulása, mert látta, hogy a közönségben ott mindenki jól érzi magát, ott asztaloknál ülnek, viszkizgetnek, nem tudom, és akkor így kiszakadt belőle, hogy körülbelül 3,5 hónapja hagytam abba az ivást, bár örökké valóságnak tűnik, nagyon unalmas. Úgy értem, nagyon. A 20-as éveim nagy részében az alkoholizmus határát súroltam, és annyira hiányzik. De édes. Mondta Adél. Egy nagyon jó fejcsajom. Egyébként tényleg nagyon jó fej. Adél nagyon jó fej, igen. Unalmas az alkohol nélkül az élet. Egyébként... Hát... Én nem tudom, én szerintem nem kéne az embereket ennyire ijeszgetni az alkohollal kapcsolatban, mármint a normális ivókat. Aki nem normális ivó, az úgyis tolja, annak bármilyen figyelmeztetés felesleges. De azok, akik tényleg csak élvezetből a társaság miatt, ahogy ugye Charlie énekli, néha igen. Isznak egy-két bármit is, és hidd el, tehát azóta, amióta ez a ki az alkoholista, egyre lejjebb megy az a limit, akit alkoholistának becéznek. Tehát gyakorlatilag bármelyikünk igen, az. Mert mennyiségeket néznek, nem azt, és szerintem egyébként érdemes lenne inkább azt figyelni, hogy valaki miért mondjuk feszültség, oldás, szorongás oldás miatt fogyasztja esetleg esténként magában is, vagy az, hogy egyszerűen jól érezzük magunkat, dumálgatunk, és a társaság része ez. Abszolút. Kész. Így van. És akkor lehet, most csak Adélra gondolok, mert lehet, hogy valaki ráijesztett, egy orvos, vagy egy nem tudom kicsoda ráijesztett, és hirtelen akkor abbalta az egészet, ami egyébként neki örömöt adott. Igen. Ez mondom, higgyetek el, nem az alkoholizmus mellett papolok, hanem az, hogy ne vigyük már ezt is túlzásba. Tehát régen a teljesen jó modorhoz hozzátartozott, hogy megittál egy pohár bort, várjál, ki volt az? Fejes. Nem, aki mondta, hogy Guinness-t és nyers tojást adott a gyerekének. Ja?
Sting. Nem, hát panasz a Beckham apuka, nem? Tényleg komolyan, Guinness és nyers tojás. Igen, mert hogy kicsi volt, nem nőtt. Ez volt kéznél a hűtőben, és akkor tehát a Beckham apuka, aki nagyon akarta, hogy futballista legyen a gyermeke, és hát lássuk, a világ egyik legjobb futballistája lett, és hogy nem volt elég magas, és ezért, jól emlékszem, Ati? És ezért Guinness-t adtam neki, és nyers tojást. És le van fotózva a kis 3 éves vagy 4 éves Beckham gyerek, amikor alszik, és mellé van rakva egy üveg Guinness, és nem tudom micsoda. Jó, de egyébként tényleg angol volt, mivel kísérletezett volna ilyen növesztésben, még maximum paradicsomos babot tudott volna neki. Én most csak az alkoholról beszélek, Gyuri. Az olaszoknál tök természetes az, hogy gyerekek ebéd közben kapnak szintén egy pohár vörösbort, mint a szülők meg a nagyszülők egyformán. Csak azért mondom, hogy szegény Adélnál ezt látom, hát, hogy... Egyébként a gyerek meg az alkoholfogyasztás az nyilván nem egy jó irány együtt, de hogyha most... Gyuri, a... honnan tudod? Hát onnan, hogy a fejlődő szervezetnek azért az alkohol honnan nem tesz tudod? Jót. Ezt olvastad, Gyuri. Ez orvosilag alátámasztott tény. Olvastad. Jól vannak az olasz gyerekek? Jól vannak. Jól néz ki David Beckham? Jól van. Tehát ezek is tények. Hát, tudom, hogy vannak. Igen, az olasz gyerekek. Jól vannak az olasz gyerekek. Nézd meg a Maneskin. Úristen! Ne adjatok inni a gyereknek! Semmiképpen. Nézzétek meg a Maneskin. Ne adjatok inni a gyereknek. De miért? Te olvastad, Gyuri, ezek mind olyan dolgok, hogy mindig, amit tudunk, azt honnan tudjuk cikkekből. Orvosoktól, és orvosok, nekik. Így van, és biztos vagyok benne, hogy egy csomó orvos ezt mondja. De mégis ott van az a kultúra, franciáknál, olaszoknál, vidéken, hogy igenis gyerekeknek adnak például bort, vagy világsztár focistákat nevelnek Guinness-szel és tojással. Na jó, de azért... Ez kár volna tagadni. De azért nem menjünk már neki, a Gyurinak teljesen jogos az álláspontja, hogy igen, onnan tudja, hogy olvastam, hát ezek orvosi eredmények, hát azért nem menjünk általában ennek. De milyen eredmények? Hát nyilván fog, tehát most oké, hogy a 12 millió olasz gyerek jó van, de hogyha 3 akkor azért, na. Akkor az jó az arány. Nem minden, jó. Minden hát orvosi statisztikában ez jó. De most ezt úgy mondod, igen, Pompejben is hígították a bort kis vízzel, és akkor az úgy el voltak vele, mert mit tudom, de Pompejben más volt a halálozásokkal. Igen, nem az alkohol. Mondom, ott ez nem okozott problémát. Hány Pompeji bánya most, hogy nem ivott gyerekkorában? Igen. És azt nem olvastad, hogy ne igyál bort, mert kitör a vulkán. Na jó. Mindennek van két oldala. Tehát azért mondom ezt, hogy... Igen, de egyébként, ahogy az Adél is megfogalmazott, azt, hogy ő volt, hogy az alkoholizmus határán táncolt, az nem zárja ki, hogy esetleg neki is mondjuk lelki problémákra, vagy ilyesmikre fogyasztotta. Abszolút. Tehát, hogy ezt neki arra kell tenni. Arra jobb. Igen, Somer is kizárólag az alkoholizmus határán táncolt. Így van. A határig menjünk, nézzük meg. Feszegessük. Nagy utazók vagytok, igen. Jó, nem, nyilván nem támogatom az alkoholizmus, nem támogatom a gyermek alkoholizmust, de azért ez, amikről én beszélek, azok is tények. Vannak létező dolgok, el lehet dönteni, hogy jó vagy nem jó, én annyira nem tartom jónak, de tények. Gyuri, mit a TikTokon, melyik orvos mondta ezt neked? Figyelj, máshonnan nem tájékozódsz. 10-ből 10 orvos, hát azért biztos, még hogy a TikTokon is. New Medical Express nem olvastad el. Pedig van a TikTokon, az is. Vigyázz, mert mindjárt behozolj az Asterixbe, hogy van ez. És de mi van a varázsitalban? Mondom! Nekem is ott van egy... Voltál már nálam a Spice-ban? A tele van varázsitala. Voltam, azt láttam. Olyan varázsital gyűjteménye senkinek nincs. Üstben. Jövünk vissza, pánik Európában. Itt vannak az ágyi poloskák, és felhívunk egy szakembert ezzel kapcsolatban. Méghozzá dr. Korányi Dávidot, az Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatárs. Hát ő mindent tud a poloskákról, és hogy ez a veszély Franciaország, Németország, Egyesült Államok tényleg ott van, be tud-e gyűrűzni Magyarországra, ezt beszéljük meg vele. 7 óra 16 perc, 48 elmúlt egy perccel. Jó reggel, drága hallgatók. Laci van itt velünk. Jó reggel, sziasztok. Természetesen Gyuri is. Jó reggel, sziasztok. És Anett is, jó reggel, sziasztok. Na, azt mondja, hogy gyereke és alkohol, nézd meg a szabolcsi pálinkás gyerekeket, pálinkás kenyér, hát. Minden országban más a kultúrája, tehát nálunk pálinka, az olaszoknál egy könnyű vörösbor, az más, de most mindegy is. Hetek óta eszméletlen jó zenéket nyomtok. Cameo, Istenem az egyik kedvenc egysláger előadó, üzeni a csellengő. Viszont nagyon jó. Jó reggelt, az állatkedvesem azért mész, hogy egy mozdulatlan állatot láss, azaz az állat csináljon is valamit, például mozogjon. Így van, a Madame Tussaud elméleted, igen. 10-ből 8 fogorvos a Colgate-et ajánlja. Ezek után mit várunk? Na tessék, ez neked az orvosi statisztikáidnak. Jó, hát azért meg kell különböztetni a reklámot, meg az orvosi véleményt. Most ne legyünk ennyire demagógok, könyörgöm. Na most mi van?
meg a Colgate-et, meg a pálinkát is különböztessük. Leblokkoltam a hülyeségedet. Sziasztok, sajnos mi is most szembesültünk vele, hogy jelen van az Ágyi Poloska a panelban Békás Megyeren, nagyon jó és aktuális a téma. Tudjuk, hogy egyre aktuálisabb és egyre égetőbb, és ahogy a szerkesztő úr ide fogalmazta nekem, egyre több viszketést keltő cikket olvasunk arról. Szép fordulat, tesó. Ti nem érzitek ezt egyébként pszichológiának, hogy ilyeneket olvasunk, akkor valahogy önkéntelenül is jönne, mintha futkosna is már rajtad, nem? Én melletted vagyok, én ugyanezt érzem. Persze, igen? Te írtad, te ezt mellettem. Szóval, a lényeg az, hogy támadnak az ágyi poloskák, és Európában invázió várható, Amerikában is hihetettem ilyen képeket láttunk. Most Franciaországból indult a pánik, ahol már óriási gondot okoznak, rengeteg videó az interneten, rengeteg fotó, és hát gyakorlatilag otthonok fertőzve, szállodái, matracok, kidobott bútorok az utcán, Párizsban, a mozikban is már elterjedtek, kórházi ágyakban, buszokon, metrón, a reptérre közlekedő vonatokon videóztak ágyi poloskákat, tehát hihetetlen, ami ott van. A krízis most már utolérte a francia közlekedési minisztert is, nem úgy, hogy tele van poloskával a hónaja, hanem, hát hanem vizsgálódik. Vizsgálódik, oké. Hogy mi van a hónajamban? Nem, az idegesíti a párizsiakat, hogy jövőre olimpia, és azért az úgy ciki. Hát igen. És ne felejtsük el, hogy az olimpia az egy olyan helyzet, hogy rengeteg külföldi beáramlik, rengeteg bizony külföldi aztán majd kiáramlik, és akkor a világban egyre jobban terjed ez, illetve nem tudjuk pontosan, hogy ez hogy terjeszthető. Viszont nyilván mi sem vagyunk teljesen biztonságban, hiszen nagyon könnyen szaporodnak, és a megtelepedésüknél állítólag a higiéniai körülmények nem is számítanak, tehát ezek bárhol. Bármennyire takarít, az bármennyire tiszta az otthonod, neki jó lesz úgy is. Igen. Na, nézzük meg, nem csak Franciaország itt Európában, Németországban megjelentek, Anglia, Belgium, Amerikából nyilván az előbb mondtam, hogy lehet hallani, ott például már kutyákkal próbálják kiszagoltatni őket, mert ezek nagyon nagy rohadékok és elbújnak, tehát nem is nagyon látod őket. De pedig láthatóak lennének, csak ilyen nagyon, nagyon menekülősek. Szóval teszem hozzá egyébként az 50-es években már kiirtottnak minősültek, és most újra megjelentek. Na, szóval én azt gondolom, hogy itt az ideje, hogy beszéljünk erről, milyen kellemetlenségeket okozhatnak, sőt, egyáltalán hogy vesszük észre, hogy az otthonunkban van-e már, kell-e tartani, lehet-e házilag valahogy őket távol tartani magunktól, és ezért itt van velünk a vonalban dr. Korányi Dávid, az Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársa. Szia Dávid, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szia, szia! Na, tegyük fel, már itt van az ágyi poloska. Tudunk-e védekezni ellene? Mondjuk a háztartásunkban valahol felfedezzük, mi magunk tudunk-e bármit még tenni, vagy akkor már késő? Hát itt ugye arról van szó, hogy a rejtőzködés nagymesterei, de nem lehetetlen őket észrevenni, tehát erről ugye tudjuk, hogy vért szívnak ezek az állatok, és már a lepedőn, hogyha feltűnő mondjuk pöttyöket láttunk, vagy akár megnézzük az ugokban, repedésekben, hogy jelen vannak ezek az állatok, akkor van lehetőség a védekezésre, de az a probléma, hogy sokszor az ilyen háztartási boltokban kapható ágyi poloska elleni szerként bemutatott készítmények nem biztos, hogy hatékonyak. Ilyenkor általában az a legjobb megoldás, hogyha gázmestert vagy rovarértos céget kérünk meg, hogy végezzen el egy szakszerű kezelést. Aha, mert én olvastam ilyen házi praktikákat a német Bild-Zeitungban, amely ugye nagyon népközeli, hogy ha ruháinkban találunk, akkor mínusz 50-re fagyasszuk le, mondjuk ez házi körülmények között, nem tudom, hogy ha, ja nem, az mínusz 16. Mínusz 16. Ha ágyneműbe találunk, akkor plusz 50 fokon minimum mossuk és szárítsuk, és úgy meg, hogyha egyik sem működik, akkor egy ilyen gőzölővel essünk neki. Ezek például hatékonyak lehetnek, bár mondjuk ezek is csak a textíliákra vonatkoznak, nem? Igen, igen. Egyébként ezek tényleg működhetnek, ezek a megoldások, csak az a gond, hogyha már megjelent a lakásban az állat, akkor nem csak az ágyneműben van jelen, vagy a ruhákban, hanem ilyenkor behúzódik általában az ágy ilyen néhány méteres körzetében, bútorokba, repedésekbe, akár egy festménynek a keretébe, lambéri a hézagaiban. Miért ágyi poloska egyébként? Miért, te mondtad, hogy az ágy közelében, tehát mi vonza a poloskát az ágyunkban? Hát mi magunk igazából, tehát rendkívül jól alkalmazkodnak hozzánk ezek az állatok, tehát amikor mi alszunk, akkor ő aktívá válik, pontosabban aktívá válnak, és elkezdenek vért szívni, észlelik a hőmérsékletet, a párát, hogy jelen vagyunk,
és amikor végeztek, visszahúzódnak a repedésekhez, tehát ezekbe az zugokba, de kifejezetten a közelünkben maradnak, ami általában az ágy szokott lenni. Tehát a vér a cél, tehát ez a lényeg. Igen. Aha. Jó, na most... mondjuk Anettnek volt ugye egy francia szeretője, és hogyha ő rendszeresen járnak ki még François-hoz, és François-ék lakásából három ágyi poloskát elhoz a hajában, ami fel van tűzve. Az a három, az el tud indítani egy inváziót, vagy az a három, az nem mennyiség? Szerintem simán, tehát sokszor már egy gázmesternek az elég, ha egyet talál a lakásban, és akkor már elrendelheti a növényvédőszeres kezelést. Tehát ezek nagyon szapora állatok, és a probléma is velük, hogy több mint egy évig képesek élni, napi szinten 2-3 petét le tudnak rakni, tehát több száz petét képesek lehelyezni. És sokszor a védekezéssel is az a gond, hogy a növényvédőszer, tehát bocsánat, nem növényvédőszer, tehát a kártevő íztókészítmény, az nem biztos, hogy a tojás, tehát a pete, amit lerak, az ellen hatásos, ezért kell hetek múlva mondjuk esetlegesen megismételni ezt a kezelést. Ha már ágyi poloskát találunk mondjuk a matracunkban, matracunknál, akkor azt a matracot jobb, ha kidobjuk, vagy azért nem olcsó egy matrac, tehát vagy a gázmester az egy 100%-os megoldás? Hát inkább, tehát ilyenkor persze szokták kérni azt, hogy bizonyos dolgokat, tehát hogy szabadítsuk fel a helyet, ne legyen túl zsúfolt a lakás, bizonyos dolgokat így zacskózva külön kell készíteni, de általában ilyenkor a bútorok és a hozzá tartozó elemeket is kezelni szokták, és gyakran meg lehet azt úszni, hogy mondjuk kidobjuk a matracunkat is. Mi a helyzet most Magyarországon? Ugye a párizsi helyzetről beszámoltunk, az amerikai helyzet is eléggé bizonyos városokban eléggé aggályos. Megjelentek-e már, itt írják a hallgatók is, hogy tömegközlekedési eszközön látták, Békásmegyeren látták, megjelente már újra Magyarországon, és ha igen, akkor ez azt jelenti, hogy akkor hasonló ilyen párizsi szinten el tudnak ezek szaporodni? Az az igazság, hogy Magyarországon már több mint 100 éve itt van ez az állat, sőt nekem gyerekkoromból van kellemetlen élményem, egyszer egy nyaralóba én is kaptam néhány szúrás csípést, szóval itt szerintem azon is van a hangsúly, hogy Franciaországban egy kicsit kialakult egy bizonyos fokú pszichózis a média által. Én nézegettem tartalmakat, és gyakran próbálják például összekeverni, vagy összemosni az ilyenkor ősszel nagyobb számban előforduló lakások behúzódó, például idegen honos ázsiai márványos poloskával, de természetesen nem alaptalannak a félelmek. Van Franciaországban egy úgynevezett országos poloskakutató és ellenőrző intézet, tehát ott még ilyen is van. Ő maguk is megfigyelték, hogy évről évre valamilyen oknál kifolyólag kicsit nagyobb a fertőzöttség, de igazából még a talán a francia egészségügyi miniszter is jelezte, hogy annyira nem komoly a probléma, csak most már így az emberek... Tehát van egy ilyen hiszterizálása a dolognak. Dávid, egyébként, nem tudom, az ember fölébred reggel, és érzi, hogy valahol van rajta egy csíp, és akkor tudod, mindig jön ez a bizonytalanság, hogy szúnyog van, vagy van egy pókunk, vagy most mi, hogy lehet biztos, mert mondtad ezt, hogy vérpöttyök, nyilván a saját vérünk, akkor megjelenik mondjuk az ágyneműn, de mondjuk ahhoz a poloskához ez hasonlítható, ami ez a nagyon büdös, és amit ismerünk? Tehát, hogy honnan tudjuk biztosan, hogy arról van szó? Tehát az a poloska, ez az ázsiai márványos poloska, ez szerencsére vért nem szív, ez növényeken táplálkozik. Ez a faj egyszerűen csak télen, tehát amikor közeleg a tér behúzódik a lakásba. Hát a csípés igazából általában az van, hogy ez az állat, amikor éjszaka alszunk, az ágyi poloska, elkezdi keresgélni a legalkalmasabb helyet a vérszívásra, és többször is szúrhat, tehát neki szúrószívó szájszerve van. És ez tipikus, hogy általában egymás, tehát hogy vagy körkörösen, vagy egymás mellett egy vonalban, tehát vagy csoportosan több kis apró pöttyöt látunk, ami ilyen vöröses lesz, és hetekig is akár megfigyelhető a bőrünkön, és próbál az állat olyan helyeket keresni, ami mondjuk takaró által nincsen védve, mondjuk csukló, nyaktájéka, akár lábszár, alkar, tehát ilyen helyeken tipikusan megjelenhet a csípése. Dávid, te biztos láttál ilyen ágyi poloskát mikroszkóp alatt. Gonosz az arca?
Hát nem egy szépség igazából. De ezek se egyik se. Tehát, hogy miért nem tudnak ilyen Disney arcúak lenni legalább? De, tehát látszik benne a kegyetlenség, ugye? Hát igen, tehát, hogy egy nem rovartani szakember számára, aki mondjuk nem néz napi szinten, nem tudom, több ezer ilyen rovart mikroszkop alatt, kifejezetten ijesztő lehet egyébként. Igen. Na jó, hát akkor azt hiszem, hogy itt most megadtuk nagyjából a választ. Tehát azt gondolod, hogy ugye Franciaországban picit túl van hiszterizálva, nyilván az olimpia miatt ők ezen túl akarnak esni. Amennyiben nálunk ilyen van, akkor a gázmester az egy sokkal jobb megoldás, mint hogy elkezdjük kemotokszal fújogatni. De ő viszont akkor tud végleges megoldást is biztosítani, hogy legalább kétszer jön. Jól foglaltam össze? Igen, tehát itt az a gond, tehát mi intézkedhetünk mindenféle ilyen készítményekkel, csak mivel ez az állat gyorsan szaporodik, nagyon hamar kialakulhat egy rezisztencia ezekkel a készítményekkel szemben, ami még inkább megnehezítheti a szakember dolgát, igen. És még a francia esetről annyit érdemes talán tudni, hogy tipikusan általában ilyen nyárvégi időszakban szokták észlelni évről évre, hogy sok az állat, nagy a fertőzöttség, aminek az a magyarázata, hogy bőröndökkel jönnek a polgárok haza nyaralásból, és simán hazahurcolhatják ezeket az állatokat, tehát bőröndel, de akár kidobott, vagy hát lomtalanításkor behozott bútorokkal, vagy dísztárgyakkal, bármivel be lehet vinni igazából a lakásba őket. Itt még egy gyors kérdés, mert hallgatók itt folyamatosan írnak. Bocsi, kérdezz meg kérlek a szakértő urat, hogy az ózongenerátor az megöli-e őket? Hú, ez egy jó kérdés. Én nem hallottam róla, hogy ilyen módszert alkalmaznának ellene. Én nem merek biztosat mondani ezügyben. Szerintem inkább a rovarölő készítmények, amelyek igazán hatásosak, de... Amelyet viszont a gázmester tud hozni magával, így van. Valószínűleg neki megvannak azok az eszközök a szakembereknek, amikkel a leghatékonyabban és leggyorsabban tudják ezeket kordában tartani, megfékezni ezeket az állatokat. Helyes. Oké, nagyon-nagyon szépen köszönjük az infót, dr. Korányi Dávid, az Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársa. Köszi, Dávid, szia! Köszönöm szépen, sziasztok! Szia! Gyerekek, az a baj, hogy egyre több helyről azt mondja, bocsi, én a BKV-nak dolgozom, igen, itt is van ágyi poroska, sőt, az ülések rendszeresen össze vannak szarva, pisilve, és nem cserélik őket, mint egy igazi fertőző veszély. Ózongenerátorra kérdeztek rá többen, Gödöllői Hév, Kortbársony ülései, több ismerős vitt haza ágyi poroskát, Jézusom, Gyuri, téged kéne átvizsgálni. Nem is ülök le. Hát de én mindenki privát autóban utazik, te vagy az egyetlen, aki egy fertőzött lehet. És te ülsz a nethez. Hát látod, ez egy ilyen dolog, de én mondom, nem ülök le, mert amúgy sem túl tiszták ezek az ülések. Szóval nem ez az első dolog, amiért nem ül le az ember, szerintem. Jó, Gyuri, bízom benned. Bízzál. Mm. Sziasztok, a poloska nem bírja az ecetet, üzeni Virág. Virág, de hogy itassam meg vele? Nincs olyan kicsi poharam. Igen, mert ha még Disney arca lenne, ahogy remélted, valami mit tudja, Herkules vagy Aladdin, akkor még azért biztos jobban esne találkozni veled, de így azért. Na jó, beszéljünk más kártevőkről is. Gondolom, hogy azért valamilyen kártevővel mindenki találkozott a saját otthonában. Tehát azt meséljétek el nekünk, kedves hallgatóink, hogy mi volt... az a kártevő, amivel élet-halál harcot vívtál a saját otthonodban, a saját otthonodért. Ahol legalább 17 féle dolgot kipróbáltál, nálam például a hangyák, az rettenetes, amit művelnek. Hmm. Tehát nem csak az, hogy ott másznak, hanem ott kieszik a burkolatnál, a mindet kiesznek. Iszonyúak, az egy küzdelem. Például Lacinál a hangyák. 0620-22-22-122. 3-1-8 lesz egy perc múlva. Jó, ne becézzük a poloskát. 1000 SMS jött, nagyon vicces, mert hogy ka. Jaj. Igen, jó, de ebből ezren. Aztán az ózongenerátorra viszont nagyon-nagyon sokan írták, hogy működik. Uh-huh. Havonta egyszer 20-25 perc, más persze mást, utána szellőztetni. Szóval az ózongenerátor, de Dávid egyébként nem is mondta, hogy nem, csak az, hogy erre vonatkozó tanulmányokat nem ismer. Meg azért ezt ne tekintsük már tudományos eredmények, hogy az ózongenerátor működik, mert nem csinálták kontrollcsoportos kutatást. Tehát az, hogyha megcsinálod a egyik hálószobában, meg a másikban, és az egyikben valóban marad, a másikban nem marad, akkor oké, de hogyha mindenhol megcsinálod, lehet, hogy nem is volt ágyi poloskád, tehát hogy na. Gyerekek azért már. Így van. Bocsikán, van egy trükk a rovarok, hangyák, darazsak, szúnyog távoltartására, sima őrölt borsot ajtóhoz szórni, kicsit bedörzsölni, eloszlatni a látvány miatt is, nem szeretik elkerülni, hogy tudom mennyire írtózol, egy próbát megért, csók erke. De helyes, aha. És hogyha még a kilincset be kellett fokhagymával, akkor még a vámpírok se jönnek. Így van.
Így van, de én ezt már többször mondtam, és Erke, tudom, hogy nagyon-nagyon nagy barátja vagy a műsornak, meg nekünk, de én azt már többször elmondtam, hogy ezek a hangya ellen volt a sütőpor, emlékeztek mi egymást, tehát én nem fogom a lakásomat teleszórni borssal, sütőporral, kokainnal, ecettel, ecettel, tehát minden, ami valamire hat. Ezekből egyikkel se. De egyébként nekem a Woody Allen film jut eszembe, amikor homárt főztek, és beszaladt a hűtő mögé a homár, és mondta a Woody Allen, hogy tegyünk le diót a másik oldalon, attól megijedés kiszalad. Tehát körülbelül ennyire hatékony szerintem a bors. Igen. Na jó, hát milyen kártevők tették pokollá az életét a hallgatóinak. 3 hete jött be egy egér a házba, hadjáratot indítottam ellene, de nem hatott, éjjel hallgattam a rágását, 2 napja bejött bandi cicánk, és elkapta végre, rég örültem ennyire. Ezt Judit a tanyáról. Sziasztok, 500 darab a kéményen keresztül a kandolóba legyek. Brutális volt, pont tegnap történt, az egész ház tiszta, korom és tetem volt az írtás után, nem kívánom senkinek, Zsolt. Átjött a haverunk, megállt a teraszon, lehajolt, és leseperte a nadrágjáról a bolhákat, amiket a kutyákról szedett össze, mert épp mentésen volt. 3 hónapig küzdöttünk a bolhákkal, mire sikerült mindet kiírtani. Azt a mozdulatot nem felejtem el soha, pedig 25 éve volt, üzeni Kata. Az igen. Az... Nálunk a csótány volt ilyen, a szomszéd sajnos lezüllött, már áram sem volt nála, mocsokban éltek. Nálam hiába volt patyolattisztaság, vagy 2 hónapon keresztül küzdöttem a csótányokkal, még az általuk okozott rémálmokkal és álmatlansággal. Hú, nagyon durva. Sziasztok! 1 hétig együtt éltem egy egérrel egy kamionban, a karácsony utáni leálláskor jutott be a kocsiba, és mire írtószert tudtam venni, majdnem sárgaságot kaptam, éjjel a kárpitok mögött rohangászott, nem sokat aludtam, nagykozári fuvaros. Na jó, és van egy nagyon helyes történet, itt egy patkány volt az, és Ági meséli el, hogy a férje hogy oldotta meg. Szia Ági, jó reggelt, hello! Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt! Hello. Teszem hozzá, hogy most láttam, New Yorkban van egy patkány idegenvezető, és megmutatja a New Yorknak egyébként nagyon ilyen teljesen központi helyein, hogy hol vannak ilyen túrákat szervez, de mit tudom én, tudod, hogy le van húzva az a rácsos redőny, de üveg van mögötte, és ott van ugye a Dunkin Donuts, és akkor egyszer csak így bevilágít a lámpával, és rengeteg patkány. Nem viccelek. Tehát a patkány az a turisztikai attrakció, meg hát sajnos tényleg ellepte a város. Na mesélj Ági, nálatok a patkány. Igen, hát ez úgy történt, hogy láttuk, hogy valami rág a spejzban, és akkor hát a férjem mondta, hogy hát ez nagyobb, mint az egér, hogy ez biztos patkány lesz. Akkor vettünk ilyen patkánycsapdát. Bocsia, hadd kérdezek közben, hogy ti családi házban laktok, vagy lakásban? Családi házban, ez ilyen agglomeráció. Aha, oké. Okay. Tehát, hogy nem annyira messze Pestől. És akkor hát a patkányméreg, patkánycsapda az nem hatott semmit sem, és akkor egyik éjjel arra mentem ki, hát ő még kinnőtt a konyhába, én már aludtam, fölkeltem, kimentem, hogy egy ilyen nyílpuskát szorongatta kezébe, vagy nyílpisztolyt, mert ez egy kisebb dolog volt, és a telefonját bámulja, tudni illik, a spejzbe telepített egy ilyen ilyenlátó kamerát, és azon próbálta tetten érni a patkányt, hogy majd ezzel levadászta, és hát nem tudom, hajnali 3-ig ült a konyhában, de hát a patkány nem jött elő. A következő mozdulat az volt, hogy vett ilyen szurkoló, ilyen füst gránátot, vagy hogy hívják ezt, ez a színes füstölő, nem tudom mit, és hogy a lyukakon bedobál, ahol kirágott a patkányot, bedobálta ezeket a füstgránátokat, és akkor valami másik kijárathoz meg oda át, hogy majd ott fogja lenyílpuskázni. Óriási a csávó. Nagyon nagy arc. Annyit értünk el, hogy mi épp a lányommal nem voltunk otthon, amikor hazaértünk, az összes pókháló az ilyen kékes-zöldesen tetszelgett a házba, és ilyen iszonyat kénszag volt, tehát nyilván a patkány nem került elő. Akkor hívott ilyen görényes embert, aki jött ilyen görénnyel, meg ilyen kiskutyákkal, meg nem tudom mikkel, és akkor ott körbe taglázták, meg nem tudom mi az egész házat. Tűzőző, nem nálunk volt a patkány, tehát hozzánk csak bejött, és átrágta magát, tehát hogy egy ilyen átjáróház volt tulajdonképpen a patkánynak. És akkor egyet valahogy aztán sikerült elkapni egy patkánycsapdával, és aztán a megoldás egy ilyen firmos fővadász lett, aki kiteríti azóta ezeket a... Tehát egy círmos volt a végső megoldás. Igen. De hát aztán tele lett, tehát, hogy körbe lett szórva ilyen méreggel, amit ez a görényes ember adott, meg nem tudom, de hát úgy alapvetően nagyon nem találtuk meg magukat, a patkányokat. De hát mondom, hozzánk csak átjártak, tehát berágta magát, aztán kiment, meg nem tudom micsoda, de nem nálunk tanyáztak tulajdonképpen. Hmm.
Hát a macska az jó megoldás, de ezek szerint a férjed erre nem gondolt, hanem ő inkább el akar menni a praktikerbe, elkölteni egy kis pénzt erre-arra. Éjjellátó kamera, applikáció a telefonon, nyílpuska, foci, stadion, füstgránát, zseniális a Manus. Hát ő mindent ilyen militári szempontból közelít meg, úgy az egész életet igazából. Az egész életet is. Ugye, megkány, igen. Gyönyörű. Igen, igen. Tehát ő kizárólag terepmintásban tudja elkezelni az életet. Nagyon jó. Ági, nagyon köszi. És üdvözlöm a férjed. Köszönöm, átadom. Rendben, köszi. Szia. Szia. Szia, szia. Jó, nagyon helyes. Zseniális volt. Na, ózongenerátora egyre többen esküsznek. Én 3 évig küzdöttem az állatokkal, 250 000 forint volt, amit kifizettem az irtásukra. Kidobtunk mindent a szobából, csak a csupasz falak maradtak. Ózongenerátorral végső csapást mértem rájuk. Április óta tünetmentes a lakás, remélem így is marad. Szép napot, Zsuzsa. Szuper. Legyen így, most engem is kezdtek meggyőzni az SMS-ek, tehát lehet, ha ilyen lenne nálam, akkor egy ózongenerátort én is beszereznék. Hmm. Jó. Játsszuk egy Hungary Machine-t, jó? Így van, a dalszöveggel mi már készen vagyunk, rátok várunk, hogy fölhívjatok minket. 0620-22-22-122. Indul a Hungary Machine. És 8 óra lesz 5 perc múlva. Ózongenerátor, megint mondják, itt részletezi is... egy pillanat, hogy kell használni, mi egymás, nem volt óriási összeg, 60 000 forint, kaptunk hozzá plusz egy kisebbet, autóba is tudjuk használni, a lényeg, hogy nem csak az adott napon volt még hatása, 2-3 hét elteltével is még takarítottuk a hullákat, mindent megöl. Matracot is fel kellett állítani élére, azóta használtuk minden helységben, jó tiszta illat van, és még sokáig a használat után is. Satöbbi, 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 most már veszek egyet. Nem? Jó lesz az. Igen, hát tudod, hogy a Covid idején nagyon sokan pörkölték a tereket ezzel, és az aztán kiirtott minden, de hogy a növényeket is ki kellett vinni a szobákból, ahol használták, hát szóval, hogy kemény, kemény eszköz ez. Mint ahogy nálunk is itt a stúdióban itt volt ez az ózon szag, emlékszel, amire reggel bejöttünk. Hogy nem, már úgy használták itt tényleg, mint a WC illatosító lett volna, aztán lesz, ami lesz. Még egy, sok évvel ezelőtt heteken át küzdöttünk azzal, hogy a villanyoltás után este beindult egy halk, finom, rágásszerű, percegő hang a szobában. Végül sikerült bemérni, az újonnan felszerelt függöny karnis fa véglapjában élt egy szú. Ó. Valami idegesítő volt. Na. Nem semmi. Az milyen felderítés lehetett. Az bizony, az hát komoly. Igen. Jó, Zolival játszunk. Szia Zoli, jó reggelt, hello. Sziasztok, mindenkinek boldog kis pénteket. Szia. Neked is egyébként. És mi lesz a hétvégén, ha a nagy péntek után bejön a szombat? Takarítás szerintem, és tervezünk még egy kis kütyű partit a gyerekeknek, úgyhogy valószínűleg ez lesz. Az ilyen videójátékos, ilyen számítógépes? Számítógépes, focinézős, nem tanulós, hagyjuk őket egy kicsit pihenni. Helyes, nagyon jól teszitek. Zoli, próbáljuk meg ezt a dalt, remélem, hogy ez nem lesz nehéz, hát nyilván korosztálytól függ, de amúgy nekünk könnyű, ugye Laci? Klasszik. Klasszik, így van, mehet? Mehet. Érted, zörög a dob, érted, gyulladnak a fények, és csak neked szerzek dalt, neked énekelem, neked szerzem a dalt, neked énekelek, ó. Na, hát. Igen? Éppen szerint ugye egy közlekedési eszközről is elnevezték ezt az együttes, jól, uh-huh. jól tippelem. Jól tippeled. És ők már nem fognak sajnos együtt játszani, mert több tag már nem ilyen. Lokomotív GT-re gondolok? Igen! Örül a dó, neked gyúlnak a fények, és csak neked írom a dal, neked énekelek, neked nagyon jó. Igen. Én ilyen higgadt játékos még nem hallottam, mint Zoli. Teljes magabiztossággal, lazán, halkan, finoman bemondta a megoldást. Gratulálunk! Köszönöm szépen, nem kell egereket üldöznöm már, mert az 2 hónapja volt. Na, jó. Ja, volt neked is? Persze, volt, és a lányom nem engedte, hogy simán lecsapjam, úgyhogy el kellett fogni egy ilyen humánus csapdával és egy búzamezőn elengedni. Búzamező, hogy örülhet a gazda? Na mindegy. Igen, ez már ilyen humánus generáció egyébként. Nem engedik, hogy bánsd. Nálunk is ilyen, már rovarra se szabad támadni, mert a gyerekek szólnak, hogy... Igen, ki tudod azt vinni úgy is, hogy életben marad, és akkor mehet a dolgára. De miért maradjon életben, visszajön? Mert ő is egy élet, tehát hogy nyugodtan menjen a dolgára, szépen repüljön el, és akkor... Fenn a negyediken vannak a buddhisták, Gyuri. Jó embernek lenni jó érzés, próbáld ki. Én jó ember vagyok anélkül is. Ja, simán ölök szöcskét, és nézd meg, milyen jó ember vagyok. Na, ezt a mondatot meg így ragadjuk ki, kerek egészben. Megint ilyen álszent, mindenki ebben az álszent hülyeségben van, te főleg.
Hogy az életre vigyázni kell bármilyen is? Nem, ezek a hallott, olvasott dolgok, ezek a általános igazságok. Szörnyű, ti olvastok dolgokat, és aztán beszéltek mindenféle szörnyeteket. Ez az összeolvasott, nem olvasol, hát azt tudjuk, de hogy ezek az összeolvasott, vagy szedett, vagy gerebjézett információk, amiből te élsz. Mit hallok a kocsmából innen-onnan. Így van, ja, így van. Igen, igen. Na mindent, Zoli, jutalmazlak én, jó? Jó, köszönöm szépen, nagyon megnyitok. Ketten maradtatok. Ketten maradtunk, Zoli. Akkor két bocsizacsit jártam. Nem, egyet kapsz, de van benne bőgre meg baseball sapka. Ne jelzd el a helyzetedet, Zoli, most. Rendben, köszönöm szépen. Mi is köszönjük, szia! Sziasztok! Szia! Na, Zolit majd keressük. Mi volt még? Ja, igen... Poénoskáim, tehát a poloska becézése az ezer, és a másik az a kártevő otthon, az anyósom, az a másik. Oh. Oké, okay, mindig csak mondom, hogy ha azt gondolod, hogy az első szellemességet az olyan brutálisan egyedi, akkor gondold át még egyszer. Igen. Főleg, ha amúgy is már 10-15 éve hallottad ezt a szellemességet, akkor valószínűleg hozzánk is eljutott. Uh-huh, így van. Köszönjük szépen. Jövünk a Van Damme quizzel. Végre. Mert hogy quiz rég volt, egyrészt másrészt tegnap volt Jean-Claude Van Damme szülinapja. Mennyi volt? 63. És Anett úgy gondolta, hogy ha egy férfi terpeszt, akkor azt megfogja. Ott van, igen. Igen. És azt mondta tegnap, hogy quiz. Igen. Az én kedvenc rugdosós férfi bajnokomnak tiszteletére. Pontosan ezt éreztem, szerencsére Gyuri mellém állt, úgyhogy ketten fogjuk most. Igen, hát bevallom, nekem is egy ilyen gyermekkori ikonom volt, de Anett egyszerűen zseniális, mert ő odáig ment ez, hogy annyi mindent tud, hogy ő maga állított össze egy quiz Van Damme-ról, úgyhogy ezzel fogunk. Jean-Claude Van Damme quiz Anett állította össze, és mi hárman fogunk versenyezni. Ne felejtsétek, hogy 10 kérdésből 7-et mi próbálunk megoldani, és majd 3-at 8:30, vagy nem 8:30 után majd a hallgatókra bízunk. Ez a Bocskor! 8 óra 15 perc, pont 4:90. Sziasztok! Hello, Laci! Hello, Bocsi, jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, Gyuri! Jó reggelt, sziasztok! Ja, neked üzennek, Gyuri, ne legyél álszent, milyen élethez való jog? Te pénzben is a halottat szereted. Jaj, ne lefetyeljél már a főnöknek, nem tudom, ki vagy. Szellemeskedni akar, Gyuri, most miért nem tudod elismerni? De hát elismerem, ez volt az elismerésem. Hello, Anett, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Tudod, hogy a béke nem opcionálom. Én meg reggel egyébként, mekkora hibát vétett, amikor rákérdeztek Spanyolországban, hogy mi lett az autóm tetejével, és boldogan mondtam, hogy megcsinálták, és akkor írják, de hát pont a másik céget említettem, mert ők nem úgy vannak, hanem... Aha. Aha. Igen, mert meg van cserélve a két név, tehát most Igen. Azért tényleg én csak is hozzájuk járok a Car Classicshoz. Uh-huh. Nem a másikhoz. Aha. Csak azért, hogy ne legyen, mert ez tényleg az ő igazságtalan lenne, mert tényleg annyira lelkesen megcsinálták meg mindent. Kedves, és akkor egy másik cég kap egy dicséretet. Rendezzék a cégtáblákat, tehát akkor legyen egyértelmű. Nem, én rendezem, kell, hogy rendezem a fejembe. Na mindegy, Zoli, sorry. Jó, mi van, még már csak 20 évet kell várni, hogy meg tudjam verni Van Damme-ot, de nem biztos, úgyhogy ne hívjatok. Jó reggelt, simán ölök Szöcskét, és nézd meg, milyen jó ember vagyok. Póló felirat. Na hát gyerekek, már teljesen... látom, milyen pólók lesznek majd a legközelebbi turnéinkon. Ez teljesen póló, nagyon igaz. De, tényleg erről lesz szó, hát ugye Anettet ismerjük, és... Ennek ellenére nem gondoltuk volna róla, hogy valaki a 90-es évek akciósztárjai közül őt annyira megbabonázta, hogy azt mondta tegnap, amikor éppen ünnepelte Jean-Claude Van Damme születésnapját rajtam keresztül persze. Igen. Azt mondtam, hogy ha ma nem lesz kvíz, akkor balhé lesz. Igen, a kis Van Damme, ugye? Igen, igen. Mi az, ami nőként vonzó benne egyébként? Talán az, hogy... Édes, hogy neki áll komolyan egy fogalmazást elindítani. Azt csak elő, amit igen. Nekem mondtál tegnap azokat. Igen, hát végül is, hogy biztos... Előnyös? Nem tudja elmondani. Biztonságban érezném egy ilyen pasi mellett magam, és ez mondjuk egy nőnek a szemében. Tehát tudnál kötözködni, vagánykodni az utcán, mert egy ilyen kis ember meg tud védeni? Igen, bár azt tudod, most is tudok, csak most egyedül mondom. Igen. Igen. És akkor miért nem Jackie Chan-t választottad? Ő is pici, ő is meg tud védeni, tehát miért pont Van Damme-os vagy? Mert egy kicsit fiatalabb a Van Damme. Édesem. Igen. Gyuri, tegnap amit a testéről mondtál, ugye milyen többször a testje a Van Damme-nak? Tökéletes. Most egyébként láttam az Insta oldalán egy képet róla, a szülinapjára tettek, most nevetek, de tényleg, tehát az a test.
De szülinapi testet rakott ki? Tehát ott is félmesztelen volt szülinapján? Igen. Mindig az. Igen, nem? Mindig félmesztelen van. Én nem láttam felső ruházatban. Én mindig öltönyben láttam. Én azt hittem, hogy az, az a munkaruhája. Az a munkaruhája. Azokat a filmeket nem néztem meg, ahol nem, öltönyben én csak volt. Az ilyen félig pucér filmeket néztem meg, amikor a felső testet szóval. És az neked imponált, hogy két ember van a világon, aki kamionok fölött is között tud terpeszteni, az a Csonka Pici meg a Jean-Claude. Na, ez impolált a legjobban. És komolyan ezért tisztelem. El tudtad képzelni, hogy ezzel a tudomány vagy képességével, hogy ennyire szét tudja tenni a lábait, miket tudtok csinálni privátban? Bele sem erre gondol. De ezért tisztelem a Csonka Pici. Anett leesett a székről, bocs. Na. Na, hát igen. Eljutottunk a kvízhez. Melyik is a kedvenc filmed? Ugye te többet is nagyon kultiválsz. Família Kft. Egyre jobb ez a kvíz. A dupla dinamit. A dupla dinamit? Igen. Az minek a metaforája? Mi mindig a Van Damme filmekről beszélünk, ugye? A dupla dinamit és a tökéletes katona. Ez a két kedvenc filmem tőle. Bár egyszer meg tudom nézni. Ez egyre rosszabb. Na, Gyuri, azért neked is nagyon imponál ez a fiú. Tehát ez miatt a kezdtél el... Aikidoztam. Nem tudtam, hogy mi van veled, de fura volt ez az artikuláció. Kerestem valami japán-koreai szót. Taekwondo volt az, igen. Igen, és egyébként tényleg miatta kezdtem a harcművészeteket, mert gyerekkoromban néztem a filmjeit, és hát tényleg azért az Időzsaru például, vagy a Hiába futsz, ezek megvannak neked is, nem? Persze, az Időzsaru az gyakorlatilag egy időutazás rendőrként. Pontosan ez volt. Ott még tudtak címet adni, látod? Pontosan az volt, amiről szólt. Na jó, gyerekek. Laci, te? Hát azért szóltam ez a kinek mi a kedvenc Van Damme filmje hozzá ennyire sűrűn, mert hogy hát Van Damme, tudok róla, hogy ő neked van. A kedvenc Van Damme-od a Csonka Pici, mi? Hát egyébként. Hát ez a terpesz mutatványa, biztos vagyok benne, hogy nincs olyan kamionos hallgatóink közül, aki mondjuk a kerekharaszti pihenőben ne csinálta volna ezt meg kamionnal, hogy oda hívta a haverját, a nagykozári, meg a kiskozári, és akkor egyszer csak fölmentek terpeszkedni a kamion fölé. És ebből lett a fél év táppénz, igen. Elkezdjük, gyerekek? Hajrá. Szerintem igen. Tehát, ja, amúgy egy színész, ugye? Igen, ezt elfelejtettük mondani, bocsánat. Igen. Ő egy színész. Jó. Akkor 10 kérdés, és 3 tudunk válaszolni, amelyben nem tudunk válaszolni, akkor ABC, ugye? Így van. És 3 megtartunk a hallgatóknak. Igen, és segítek bármiben. Tehát, hogy ha megakadnátok. Jó. Kezdjük szerintem egy nagyon egyszerűvel. Éveken keresztül táncolt. Szerintetek milyen műfajban? Belga, az már majdnem francia, és ezért azt gondolom, hogy kánkán. Igen, mert... Ja, mert a Monerusban állod a kánkán, hát onnan tudja a lábát, hogy szétszni az égbe. Igen, jó irányba haladsz, mármint, hogy a tánc... Nem, hogy a táncnak köszönhetően lett ilyen hajlékony, de egy másik táncnak. Másik hajlékony tánc, aha. Igen. Hát én ezt az egyet tudom róla, hadd szerezek már 1 pontot legalább. Na, akkor mondja, hogy ő balettozott. Pontosan, 5 éven keresztül. És ő nem Streber, ugye? Persze. Igen. Ezt az egyet tudom. Abban az első bekezdésből a Wikipédián, amit elkezdtél, igen. Ami most is nyitva van előtte. Tudjátok, hogy kinyitom és legyalázlak benneteket. Legyen így. 16 évesen kezdett el balettozni, és 5 éven keresztül járt edzésekre, és egyébként azt mondta, hogy ha túlél valaki egy balett foglalkozást, akkor bármilyen más edzést túlél. Még egy... Szeretem a mondatait is. Igen. Fogok még idézni tőle. Gyerekkoromban nagyon sokat inspirált engem gondolkodásban is. Mm-hmm. Igen, látjuk, köszi. Hát igen, ezek az erőművészek mondanak nagy bölcseleteket, tehát Schwarzenegger, stb. És a Gyurinál ez az, ami megmaradt. Fekete Laci is például, ugye fogástalanság. Így van, igen. Jól csak a szívével lát az ember, ez is van. Pontosan. Nagy Fekete Laci, ez is, igen. Igen. Mi lehetett az oka, hogy egy idő után nem szerettek vele dolgozni a filmes kollégái szerintetek? Mert hogy ugye nem szerettek. Filmes berkekben mindig az szokott lenni, hogy testszag. Tehát, hogy vagy szájszag, vagy testszag. Ezt tudom, ugye Johnny Deppről is hallottam már, ki volt még, Julia Robertsről hallottam, stb. Tehát a kollégák nyilván nem iszik, mert nem tudna lábat emelni, ugye? Aha. Tehát ez nem alkoholszag, ez testszag, belga,
Sör. Belga. Meccsör. Szerintem testszaga volt a Van Damme-nak. Mm. Amúgy is állandóan edzett, izzadt. Mindig izzadt. Igen, hát sajnos nem. Mondj három lehetőséget. Mondok három lehetőséget. Várjál, de... Próbálkozzál még. Nem lehet, hogy fogdosta a nőket? Azért is kellemetlen volt már. És akkor még... Laci megmondja, mert nagyon olvas. Most ott tartok, hogy belga könyvelő és virágüzlet tulajdonosok voltak a szülei. Jó, most álljál le egy kicsit, jó? Akkor mondja hármat, jó? Állandóan mindenkit megviccelt. A forgatásokon gondatlan volt, emiatt több kollégáját is padlóra küldte és megsebesítette, vagy többször rámozdult a stábtagok párjaira. Hát én mondtam az abuzálást, akkor ezek szerint az nem. Tehát, Gyuri? Itt most akkor maradt a megviccelés, meg a túl kemény volt a stábtagokkal, és leküldte őket. Uh-huh. A belga viccekkel. Na mit gondoltok, melyik? Mert hát én ugye belefolytam azért némileg a készítésre. Ja, te belefolytál. Hát akkor az, hogy valószínűleg nem tudta visszatartani az ütést, mint ahogy egyébként te profinak kéne, és állkapcsokat zúzott. Pontosan. Na jó, hát nem, mint hogy nagyon kitaláltam volna, de... És egyébként emiatt többen be is perelték. Helyes. Így van. Jól van. Amerikába érkezése után Chuck Norris segített neki. Szerintetek milyen munkát ajánlott fel? Felkarolta. Takarító. Aha, felkarolta. Uh-huh. Sofőr. Legyen sofőröm. Kertész. Milyen munkát ajánlott fel? Bocs, ez kiment Amerikába, összeismerkedett Chuck Norris, aggondolkodott, Chuck Norris a példaképe volt. Így van. És azt mondta, jó van, fiam, lehetsz nálam. Lehetsz a testőröm, mondjuk akkor már nyilván ez egy testőr, jó volt. Testőr, minek testőr, tehát Chuck Norrisnak. Hát mert ő sem mindig akar bunyózni, amikor de, úgy van. De várjatok, tehát Chuck Norris ajánlotta fel neki a munkát, de nem, tehát nem őt kellett védenie, ennyit segítek. Aha. Viszont egy érdekeltségében dolgozott. A bárjában volt biztonsági őr? Pontosan. Komolyan. Kidobó testőr. Milyen gyorsan olvasod a Wikipédiát? Egy érdekeltségében, hát nem őt kellett védeni, Anett azért rásegített. Harmadik bekezdés, ugye? Igen. Érdekeltségében azért még annyi minden lehet. Lovardája, fodrász üzlete. És a bárjában is lehetett volna pultos, és nem csak biztonsági őr. Jó volt. Ugye azt is tudjuk, hogy nem az eredeti neve a Van Damme. Azt nem tudtuk. Igen, neki az eredeti neve Jean-Claude Camille François Van Varenberg. Ez az eredeti neve. És a Van Damme nevet tiszteletből vette fel, és szerintetek kitől? Azta! De jó, ezt én sem tudom. Van Damme. A flamand nyelv használatban a van, az olyan, mint németeknél a von, az egy ilyen mondjuk elterjedtebb, de elvileg ilyen nemesibb. Kicsit ilyen holland hangzású. Igen. Hát az a flamand, igen. Hát csak Vincent Van Damme. Igen. Tehát a van, azt felejtsük el. A dam az érdekes. Dam. A dam, dam. Hát igen. Dam. Mm-hmm. Kinek a tisztelet? Tudok mondani három. Kinek a tiszteletére? Tehát igen, ez egy igen. A... Valaki iránt érzett mondja még egy. A karatemesterem, az egyik barátjának az édesapja, és az iskolai osztályfőnöke. Ez mind a három nagyon jó. Tehát olyan, mint hogy a Gyuri felvette volna a Túrócíné nevet? Igen. Aki az osztályfőnöke volt? Igen, Túrócíné Gyuri, így is futhatnék most. Ez így kell elképzelni? Igen, így. Túrócíné Erika Gyuri, így is lehetnék. Nem, hát Gyuri, Jean-Claude az volt. Igen. Túrócíné Gyuri. Igen. De akkor keresztnevét nem is azt adnom kellett volna? Hát az meghagyta a Jean-Claude is, igen, nem? Jó. Pontosan. Szóval akkor szerintetek a három közül? Ezt nem tudom, ezt hagyja békén. A barátja apja nevét vette fel. A legjobb barátja apja. És azért, mert képzétek el, hogy ő segítette őt a modellkarrierbe, hogy kijusson Hongkongba. Úgyhogy ez. Most már nagyon zavaros ez a fiú. Ez modell akart lenni? Modell is volt. Balettáncos modell, hetero amúgy? Uh-huh, pontosan volt. Hányban lett hetero? Én ezt nem látom a Wikipédián. Tavaly. Egy sor nincs erről a Wikipédián. Jó, na nézzük tovább. Húha. Uh-huh. Szépségversenyre ment Hongkongba, és aztán a Chuck Norrisnak lett kocsma őre. Barátja apja vitte szépségversenyre Hongkongba. És ezért felvette a nevét. Beteg történet ez. Ez a csávó nincs rendben, ez vágod. De ezt tudtuk. Ezt most mindig is abba. Tudtuk, és azért kedveljük. Mert más. Mert más. Na mi van még? Jó. Jön az ötödik. Steven Seagal többször is nevetségessé tette ugye Van Damme-ot. Maga mellé állította. Igen. És ugye balettozó harcművésznek nevezte. Ezzel csúfolta, és egyébként
szerintetek mi lett ennek a következménye? Semmi. Aha. Semmi, mind a ketten csinálták tovább a filmjeiket, és dőltek a bulvárnapokban. Én emlékszem, hogy évekig tartott ez a cica harc. Ez a harc, igen. Meg visszaszólt neki, hogy balt arcú. És egyébként az infót, amit most meg fogok majd veletek osztani, azt Stallone-től tudom. Engem ez jobban érdekel. Óriási vagy. Jó. Szóval, hát gondolom, Van Damme kihívta egy pofoszkodásra, csak Szegál nem ment el. Így van. Hát komolyan. Mert így csináltam volna én is. Azért. Ezt így csinálta. Wikipédia. Én néztem a Wikipédia. Miami-ban voltak egy buliban, kicsit iszogattak, és elkezdte ugye balettozó harcművésznek csúfolni megint, és azt mondta, jó, akkor gyere ki balhéz, vagy zárjuk. Gyere, balhézzunk. Come here, Steven, I'm gonna polish your face. Lengyel csinálok belőle. És akkor utána azt mondta a Szegál, hogy neki el kell mennie. És ezt egyébként... Nem ért rá. Why don't you leave, you son of a bitch? You will KO, you will KO. És akkor így igen. Megfutamodott. És mondom, a Sylvester Stallone haknézik ezzel. Sylvester, look at this game, Steven. Oh, yeah, yeah. He's leaving. Belgák mondhattak ilyet. Persze. Hogy ne. És ő is, hát akkor még nem tudott jól angolul. Nem. Azt hitte, hogy a gay az gyáva. Jól van. Ő alakította volna a földön kívüli szörnyet, a Predator. Az itt. A Predator adakozó című filmben. Steven aztán talált egy gumibabát. Kevesen tudják, Jean-Claude Van Damme volt itt bal keze. De nem vállalta el a szerepet. Nem lett ő a ragadozó ebben a Predator filmben. Szerintetek miért nem választotta? Tehát ő lehetett volna ebben a jelmezben a harcos, aki a Schwarzeneggerrel küzd. Így van, pontosan. Esetleg nem jött ki Schwarzival? Lehet egy ilyen opció, de lehet egy olyan, hogy... Se beszélt, akkor jól angolul, tehát hogy simán lehet. Vagy kevés pénzt ajánlottak neki, vagy esetleg nehéz volt a jelmez. Hát én nem tudom, én azt mondom, hogy ez rangon alul éri, mert ugye ő szépség király akart lenni Hongkongban, mint tudjuk. És ez nem volt egy szép jelmez, amit nem volt. Ebben nem nyert volna. Szerintem ez egy hiúsági kérdés volt. És akkor melyik szerinted az A, hogy nehéz volt a jelmez, a kettő, hogy nem adtak neki sok pénzt, vagy a három, hogy Schwarzival összebalhézott? Szerintem a lóvé, tehát nem fizették meg eléggé, hogy csúnya legyen. Szerintem meg a jelmez. Így van, a jelmez. Nehéz volt neki a jelmez. Kis többször, teste nem bírta mert el. Mert próbálkozott, csak többször összeesett és elájult a forgatás. A hősöd, Gyuri. Felvett egy ilyen Obi-Hód mezt és összeesett. Igen. Talán adni kellett volna neki egy rendes jelmezt, ami vannak lyukak és kap levegőt. Igen, szerencsétlennek ez volt a problémája, és utána mondták neki a rendezők is, hogy jobb, hogy gyenge vagy. Vagy. Illetve egy kis pörgőrugást abban a ragadozó jelmezben és elájult. Na és amitől én oda vagyok, és amiért én nagyon tisztelem. Hogy a Teletubbikat viszont hogy vállalta. 10 éve szerepelt ugye a Volvo kamionos reklámban. Igen. Ahol spárgázott, két kamion visszapillantó tükrén állt. Állva. Mekkora a fordulóköre annak a Volvo kamionnak? Egyetlen egy trükk volt ebben. Szerintetek mi volt a trükk? Egy merevítő valahol. Valahol bele... Jó, a spárgájában arra gondolt? Beraktak egy merevítőt. Jó, nem. De... Hát akkor hova nadrágjába, vagy hova? Igen, bal bokánál bedugták a nadrágba, jobb bokánál kihúzták. Nem. Mi volt a trükk? Igen. Hát ezt megcsinálta, de volt egy trükk? Így. Igen. Volt egy. Hogy két Van Damme van. Nem. Ugye tolatott a kamion végig ebben a reklámban, és ő ugye valóság, tehát ő nem egy Green Box előtt Tehát valódi volt a trükk. Igen. Viszont volt egy trükk benne. Előtte hashajtót szedett, mint a Lacika? Hogy ne legyen baleset? Abból lett volna csak az igazi baleset. Oda ragasztották a talpát a kamionokhoz? Nem is Volvo volt, hanem Scania? Nem tudom. Mármint rögzítették a visszapillantó tükrökhöz. Nagyon jó. Lovász László, nagyon jó. Biztosítókötél, most nem rögzítették a lábát. Jó, bocsánat, de az jó az, amit Laci mondott, hogy rögzítették. Maradt három még? Igen, pontosan. Jó, óriási kvíz. Igen. Izgulok a folytatásért, de azt már hallgatók hívják meg. Írjatok nekünk, ha szeretnétek Anettel kvízezni, mindenképpen írjátok oda mögé a keresztneveteket, hogy egy fiút és egy lányt tudjunk összepárosítani. Bizony. Uh-huh. SMS jöhet. Igen, SMS 0620 22 22 122. Ez a Bocskor!
Igen, 3-9 elmúlt egy perccel, és itt hú, gyerekek, rengetegen jelentkeztetek a Van Damme quizre. Szóval, sziasztok, Van Damme quiz. Fiúk, ezt a játékot nekem találták ki, mindent tőle tanultam, játszani akarok, Krav Maga edző. Ah, nagyon nehéz volt ez, mert elárasztották az SMS-ek a falat, és akkor hát sorsoltunk, igen, és a két játékos kerülhet be. Drága persze. Istenek, olyan nagy Van Damme rajongó voltam, hogy a pólóimon is rajta volt, vagy 3 Van Damme-os pólom volt 13 éves koromban, és kb. Addig hordtam őket, amíg le nem szakadtak rólam. Néhányan kivoltak rám, és kérdezgetik, hogy másmilyen pólom nincs, mert elég sokat hordtam azokat, Kata a krupié. Nekem is voltak. Pont ilyen 12-13 éves korom környékén Van Damme-os pólóim. Nekem igen is. Tehát Van Damme-os Halloween-ed is volt, ugye? Igen, meg táska. Anett kész. Anett óriási játékos. Jó, Anett, van még 3 kérdésed, ugye? Bizony van. Jó, és 2 játékosunk van. Itt van velünk Ildikó. Szia, Ildikó, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Hello. Szia. Olyan Van Damme-os a hangod. Ugye, vagyok reggelt, szurkoltam a meccsen. Ja, a litván-magyar meccsen? Mindenem. Ja, hogy minden szemben meccsen. Hát tudjátok, én vagyok, aki imádja a sportot. Ja, tényleg. De akkor tényleg megváltozott a hangod. Igen, bocsánat. Hát ez tudta ki belőlem. Semmi baj. Nagyon ide. De otthon a tévé előtt, hogy valamelyiken voltál? Nem, Korfun voltunk, és ott néztük. Bocsánat. Ja, ott néztétek. Oké. Okay. Ildikó, itt van az ellenfeled Imi. Szia, Imi, jó reggelt. Sziasztok! Jó reggelt! Jó reggelt. Hú, Imi! Neked is van aztán hangod, de gondolom, hogy nem a meccstől, hanem ez ilyen genetika. Hát igen. Jó, nem baj, ne bánd, de a mély hang az mindig szexi. Spárgázok éppen, és spárgázok próbálok rá. Attól ilyen magas. Két széken kell kezdeni. Hagyjad már. Látok most engem? Én majd, hogy nem. Igen. Ildikó, amúgy te Van Damme rajongó vagy te telefonálsz hát mindenre? Én azért kezdtem el karatézni annó, mint gyerekkoromban, csak Csepelen nem volt, csak Shotokan, úgyhogy hát ez van. Úgyhogy mi? Ez jutott. Akkor azt csináltad, nem? Persze, azért, úgyhogy. De ő azt nem Shotokanozott, őnek kickbox, thai box, taekwondo. És balett. Fulkontak balett. Gyuri, kezdte ilyen meg, csak taekwondo klub volt, azért ment egy taekwondo klub. Mentem. Ja. De emlékszem, volt egy nagy Schwarzenegger poszter az edzőterem falán, meg mellette a Van Damme, és akkor onnan mindenki tudta, hogy melyik irányba akar menni, és akkor mit akar igazából. Oké, és Imi, te? Én láttam az összes filmjét, de én mindenre telefonálok amúgy. Ja jó, te az vagy. Jó, nem van ilyen. Söprögessünk. Tényleg, ez a csirke effektus, ez a bármit szórsz elég, és akkor egy ilyen nagy földbe csapott fejjel lecsap rá bármit. Ez mindenre is. Tehát mindenre is, így van. A számotok, és amikor helyes mondjátok, hogy játék, én már nyomom. Jó. Na jó, 3 kérdés, tudjátok, amelyik őtök kapásból tudja a választ elsőként, akkor azt elfogadjuk, hogyha a 3 válasz lehetőség közül szépen az Anett sorolja, és valamelyikre lecsaptok szintén elsőként, akkor jár a pont, oké? Oké. Imi, oké? Oké. Anett, kezd. Szuper, nagyon egyszerű lesz az első kérdés, többször hallhattátok már a választ rá a mai reggel folyamán. Szerintetek milyen nemzetiségű Van Damme? Belgium. Imi volt gyorsabb. Jó, oké, okay, akkor most Iminek 1 pont. Mert a következő kérdés? Jöhet. Persze. Melyik népszerű filmben nem szerepelt Van Damme? Mondok 3 lehetőséget, jó? Tökéletes katona, Terminátor és a felállászható. Terminátor. Imi volt megint egy fokkal gyorsabb. Igen, nem baj, Kata, vagy Ildikó, még lehet. Hát a tökéletes katonában játszott Van Damme. Melyikben nem játszott, azt mondta, és a Terminátor. Hát azért mondtam, hogy a Terminátor. Na de Imi mondta egy fokkal előbb. Nem igaz. Az előbb is én mondtam a belgát, jó, nem jó hallotok. Nem az, hát akkor azt kell, hogy mondjam, hogy lehet, hogy a Imi vonala hangom gyorsabban fut be hozzánk, ja, de jó. Itt nálunk adásban Imi hangja volt egy hajszányival előbb. Igen. Jó, most már megnyugszol azért, Ildikó, lassan. Ha a főnök mondja, hogy megnyugszol, akkor megnyugszol. Na, még egy utolsó. Még egy utolsó. Milyen mentális betegségben szenved? Hát biztos idegbeteg most már, és az lenne. Ez elfogadható? Idegbeteg? Biztos. Hát kicsit mondok 3 hisztériás, hiperaktív, bipoláris. Hisztériás.
Bipoláris személyiségzavaros. Bipoláris. Pontosan bipoláris. Oh. De várjál, ezt most senki nem nyerte. De, miért? Az Imi mondta. Hát az Imi mondta, de te is mondtad. Nem, én harmadik variáció. Azt mondtad, hogy hisztériás, mi volt hiperaktív még? Hiperaktív és bipoláris. Igen. Erre megálltunk, erre mondtad, hogy bipoláris. Utána mondta Imi. Nem. Ildikó vágott bele, mielőtt még meghallotta volna a harmadik lehetőséget, a net csak végig mondta a hármat. De kétszer mondtad a bipoláris, azt hiszem, hogy van megoldást mondtad. Nem. Ildikó volt az egyik. Nem a főninek van az igaza. Nem a főninek van az igaza. Mindegy is, Ildikó. Semmi gond, mert így is kapsz egy bocsizacsit, de ugye nincs megtöltve. Igen. Nincs megtöltve, és Imi ajándék. Pedig ezt fel akartam ajánlani. Sőt, nem is így szoktuk játszani. Nem, az Ildikónak felajánlani a telit. Nem, megmondom, becsületesen van egy kisfiú, aki egy nagyon csúnya betegségen ment át, de most már kín van, és ezt a csomagot neki akartam felajánlani, de gratulálok minek, úgyhogy ez jó. Hogy legyen már az, hogy én felajánlom Ildikó, jó? Akkor intézzétek már. Akkor Imi felajánlja Ildikónak, Ildikó meg majd felajánlja tovább, hová szeretné, és akkor mi hívunk benneteket. Így van. Hívlak benneteket 9 és 10 között. Vegyetek fel a telefont. Oké, várjuk. Oké, na, én tudom, hogy kié lesz a csomag, remélem, hogy mindenki képben van. Igen. Oké. Ez egy kicsit olyan, mint egy szöveges feladat a matek érettségén, de ha te tudod, az a lényeg. Én tudom, én abszolút tudom. Ildikó, Imi, köszi szépen, nagyon jók voltatok. Köszönjük. Sziasztok. 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 Ó, micsoda küzdelem volt. Nagy küzdelem volt. Jó, játszunk. Egy hangcsapdát. Így van, 30 ezer forint értékű ajándékutalványt ma is tudunk adni a Terralux hőszivattyú forgalmazójától, ők pedig a szerelvénybolt.hu. Hangot megmutatod? Meg. Dinamei, balén és azt mondom, hogy itt tevd. A végig egy advent templom elengedsz, bon. Ad fel egy nap, legyen, mondták, hogy koncert, bon. De amik a nevemnek el, azt nem mondom. Gyűde ismerős. Oké, 0620-22-22-122. Ez mi? Ez mi? Ez olyan, mint a hangcsapda. 9 óra lesz 4 perc múlva, Gabival játszunk. Szia Gabi, hello! Sziasztok, sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt! Irodában vagy, halkan kell viselkedned, mindent értek. Nem egészen, de... Raktár? Raktár? Hát miért kell halka viselkedni raktárban? Nem, mit tudom én, hát mert zörök más eleget targoncával. Nem raktár. Jó, nincs több ötletünk. Gyerek alszik? Orvosi rendelő. Gyerek alszik? Nem. Nyitnod kell a boltba nem sokára. Ja, nyitnod kell. Ja, és akkor nem szabad. Mert állnak az ajtóban a vendégek. Ja, állnak. Oh. És ezt nézik, ahogy telefonálsz, és már mennének be. Igen, pontosan. Jó. És ez milyen bolt? Kapnak felest? Nem. Jó, ez nem olyan volt, oké. De nem papírírószer, mert akkor nem tolonganának. Nem. Könyvesbolt? Nem. Jó, nem. Jó. Gabi, elkezdjük, jó? Ez a lényeg. Jó. Itt van a hang. Dinamei, balén és azt mondom, hogy itt tevd. De a végig egy advent templom elengedsz, bon. Ad fel egy nap, legyen, mondták, hogy koncert, bon. De amik a nevemnek el, azt nem mondom. Na? Szerintem Kautsky Armand. Nagyon-nagyon örülök. Koncerten, és azt mondták, köszönöm. Addig nem engednek el, amik azt nem mondom, hogy a nevem Bond. James Bond. Ó, igen. Hát óriási. Jó van, Gabi, itt van az egyik ajándékod. Gratulálunk! A nyereményed egy 30 ezer forint értékű ajándékutalvány a Terralux hőszivattyú forgalmazójától, a szerelvénybolt.hu-tól. Bizony. Szuper, nagyon-nagyon örülök. Köszönöm szépen. Bocsizacsi is, van bögrével, meg baseball sapkával. Ó, köszi. Szívesen. Mi is hívunk majd a címedért. Köszi, Gabi. Rendben, várom. Szia. Nagyon köszönöm. Sziasztok. Ja, Istenem, Gabi kinyithat. Igen. Végre. Üdv Istenek, többszöri hívás próbálkozásra, folyamatosan egycsengés után szétkapcsol. Hát ilyen ez, amikor túl van terhelve egy vonal. Mert ez gondolhatod, hogy nem egyedül te telefonálsz. És már itt rögtön, igen, Vályi Pista rovatára jön egy SMS, majd mindjárt megbeszéljük ezt. Fiamnak van egy Seat Toledo 1.9 TDI, 18-as kerekek ültetve, nagy zene, nyitott rendszer ízlésesen átalakítva. Én úgy gondolom, hogy ez még belefér, hogy jó legyen, és azzal, hogy leültette, jobb lett a tapadása is. Nekem így 53 évesen is nagyon tetszik, csak hát kibeszállás már nem nekem. Való, sziasztok, a Zöldséges Zsolt. Hát ez Németországban tudja, hogy nem menet. A fiad alól már vinni a rendőrség az autót. Abszolút. 100%. De emiatt lesz ez nagyon érdekes téma, hogy mi számít majd olyan tuningnak, amire rámennek, és mi az, ami még belefér. És hát lehet, hogy sok mindenki autóján van olyan, ami gázos lehet. Ami gázos lehet. Én olyan csodákat láttam tényleg
annyi mindent nézek a YouTube-on, de például ezt, hogy a német rendőrök miként, és főleg milyen okokból intézkednek az utcán, ami nálunk tök idegen. De ez meg olyan tudálékoskodás, ez a spoilerezés, meg ez a tuningolás, meg a nem tudom, hát tudják a mérnökök, hogy mit csinálnak. Mérnökök? Hát még ki csinálják az autókat? A török garázsok. Nem, arról beszélek, az autókat ja, megcsinálják, jól ezek meg. Ó, majd a jobban, mert majd leültetem, meg leszorítja a fenekét, meg majd megcsippelem. Nem, hát ezt nyilván azért csinálják, megcsippelem, leültetem a fenekét, stb. Általában olyanok csinálják, akik nem tudnak olyan autót venni, amilyet szeretnének, ezért kis pénzből csinálnak egyfajta imitációt. Legyen sportosabb, mutasson dögösebben, legyen hangosabb, mint amit egyébként egy Ferrari-tól várnál. Csak ilyenkor általában megnövelik a lóerőt és a motor teljesítmény, és lehet, hogy nagyobb motort is kap, és akkor innen kezdődik az egész számítás felborulás, és lehet egy instabil jármű abból, ami előtt autó volt. Ebből lehet egy instabil jármű, ez így van. Oké, na jó, hogy mik ezek, amik nálunk még beleférnek, vagy nem, ezeket beszéljük meg Vályi Pistával mi. 9 óra 13, ez a pontos idő, jó reggelt minden hallgatónknak, és a Laci, jó reggelt, hello! Jó reggelt, sziasztok! Szia, jó reggelt, Gyuri! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt, Anett! Jó reggelt, sziasztok! Nagy Van Damme szakértőnk! Hát ugye? Az. Mindig meglepek benneteket. Igen. Ez milyen gyerekek? Szia Gábor, Express One futár vagyok, hoztam neked egy csomagot. Ki tudsz jönni a csomagért, vagy a szokásos módon dobja? Ezt nem hiszem el, hogy ide jön. Figyelj, dob be, Léci, ha hallod, akkor dob be. Nem vagyok otthon. Itt vagyok. Ez hogy milyen? Meglepődött volna, hogyha ki tudsz menni a csomagért? Biztos, ő a legjobban. Na, igen, hallgassátok már vissza, mert Anett lányos zavarában elárulta a megfejtés, bocsinak igaza van. Bizony. De sajnos nem hallgatjuk vissza. Kösz. Pont úgy volt, ahogy mondtad, bocsi, de nem a kiskozári volt, és nem a kerekharaszti pihenő, öcsi a kamionos volt, és szelevény mellett egy TS Majorban, de csak öcsinek sikerült, alattam leszakadt a tükör, nagy kozári fuvaros. Ezek szerint a fél év táppénz az helytálló volt, igen. Hát igen, na jó. Gyerekek, ez egy nagyon izgalmas téma, mert már jönnek az indulatos SMS-ek. Az anyjuk csáját az ilyen törvény kitalálóinak. Németbe is, meg mindenhol. Nem az ilyen autók baleseteznek zömében, hanem akinek pénze van, de tudása nincsen. Egyesült Államokban 400 millió embernek lehet szinte bármilyen. Itt nekünk nem jó. Van ebben is rossz, meg jó építés, de az csak a szogatás, inkább a sok szar megvehető műszaki autókat szúrnék ki, amiket attolnak, hogy eladható legyen, és össze-vissza gyurmáza van. Delta Peti, Egomból. Jó, hát egy tuning party után ilyen befejezést vártam az SMS-nek. Az a baj, hogy el is felejtettük, hogy az ország tele van autótuningolókkal. Tehát itt a Ladák, Opelek, BMW-k, ezek azért nagyon hasítanak mindenféle kipufogó dobokkal, meg rotyognak. Mi számít egyáltalán tuningnak? Mi az, ami engedélyezett? Na, ezeket beszéljük most meg a Pistával. Szlovákiának túl jó volt, de nálunk megtalálta a helyét. Ő a járművekkel suttogó Vályi István. Jó reggelt, Pista! Jó reggelt, jó reggelt. Hát én már lassan csak suttogok a járművekkel, és magázom őket, mint nagyapám magázta a kuvaszt. Ó, tényleg? Úgy fogok ki. Hát magázni kellett, a kuvaszt ezt magázod. Az olyan volt, a bandi kutya, Isten nyugosztálja, mi nagyapám is magázta. Hát figyelj, most a bál, meg nagy a káosz, meg megint itt most félrevertük a nagy harangot, mert ugye, és figyelj, és igen, ez a baj, hogy már annyira ki vagyunk tattanva feszülve, hogy már a legkisebb inputra is kaotikus viszonyok uralkodnak el, itt a tuning piacon, vagy az autóépítők piacán, mindenhol, ugyanis történt az, hogy egy lapnak a birtokába jutott egy tervezet, amit a jó Isten nem látott a lapon, meg az újságíron kívül, csak ő, amiben állítólag az építés és közlekedési hatóság egy tervezete, ez ugye, ami majd szigorítja, illetve megmásítja a tuning autókhoz való viszont, meg ezeknek a vizsgáztatását, a forgalomba helyezését. Én kerestem ezt, sokan kerestük az utóbbi egy hétben, vagy tíz napban, senki nem találta meg ezt a tervezet, valószínűleg ősszakálú varázslók őrzik hétpecsétes trezorban, mert az ég egyet a világon sehol nincs. Arra szeretnék mindenkit felkérni, hogy ne kezdjünk el pánikolni. Ez meg egyelőre egy semmi, ami megjelent, bár tény, hogy évek óta
hasztalan próbáljuk normális mederbe terelni ezt az autotuning kérdést. Ez a, egyáltalán mi az autotuning, hogy hívják ezt, ez egy ilyen neszesen mi fogd meg jól megfogalmazásokból álló dolog, és most emiatt úgy képzeld el, hogy engem naponta 3-4 ilyen ismerősen fölhív, akiknek ilyen cégük van, és mit tudsz a pista, hogy tudsz erről valamit? Mondom, figyelj, ennyit tudok, amennyit ti tudtok, ez egy semmi egyelőre, nyugodjunk meg, várjuk ki a végét, bár ismerve a hazai megoldásokat, én azt hiszem, hogy itt nem kibogozunk egy csomót, hanem kötünk a csomóra még egy csomót, ilyen szokás szerint. Én azt sem tudom, hogy mi mennyire vagyunk ezen a, nem tudom, tuning piacon, európai összehasonlításban liberálisak vagy konzervatívak, fogalmam sincs. Én úgy gondolom, hogy van egy nagyon szép szó, a jogharmonizáció, hogy a jogharmonizációt követve igazából kifelé, meg így leírva, a rendszer az életképes önmagában, papíron, de igazából a gyakorlatban túl sok változón, meg túl sok emberen múlik. Mondok egy példát, megyénként eltérő módon ítélnek meg dolgokat, ítélünk meg dolgokat, mert egyszerűen nem fogalmaznak világosan a jogszabályok, és ki így értelmezi őket, ki úgy értelmezi őket. És a törekvés az dicséretes, hogy próbáljuk meg itt rendet tenni, vagy egy átlátható módszert bevezetni erre, hiszen itt azért egy elég jelentős szubkultúráról van szó, amiben persze vannak az úgynevezett tákoltak, nyolt autók is, meg vannak a sok pénzből igényesen megépített autók is. És nyilván itt megint nem lehet általánosítani, hogy ez csak ez, vagy ez csak az. És innentől kezdve erre nagyon nehéz egy olyan működőképes szakértelemre támaszkodó rendszert felépíteni, ami ki tudná szűrni az egyiket, meg a másikat is. Tegyük már egy picit tisztában, mert picit ködös most így az egész. Most ilyen nem létező, meg létező tervekről, meg nem tudom mikről beszélünk, hát amik fiókban nevenek. Na, jöre, hát de nézzük az. Meg, mert csak azért, hogy az, aki ezzel nem foglalkozik, is értse. Mi számít tuningnak? Ez a motor, ez a motor, vagy a külső, vagy mind a kettőnek? Mind a kettő, minden nemű olyan átalakítás, ami a jármű valamilyen paraméterének gyájtól való eltérését eredményezi, ez annak számít. Annak számít egy nagyobb alufelni, annak számít egy másik kipufogórendszer, annak számít egy lökhárító, vagy egy ültetés, illetve a motorparaméterek megváltoztatása. Ez mind-mind engedély köteles és bejegyzés köteles dolog, amire megvan az út, csak ez az út annyira kanyargós, meg rögös, hogy sokszor az elején már azok, akik ezt így belátják, azt mondják, hogy hát én ezt biztos, hogy nem csinálom végig. De akkor ezek szerint vannak olyan autotuning cégek, amelyek ezeket a változtatásokat elvégezhetik, és aztán engedélyeztetik el. Tulajdonképpen bármelyik autószerviz, amelyik erre szakosodott, egy hivatalos autószerviz elvégezheti. Itt igazából inkább a hogyan fejezzem ki magam? A bürokrácia a viharos tengerén hánykolódó csolnakot kell megfelelően a kikötőbe kormányozni. Ezt mondom, hogy utána engedélyeztetni is kell, nem? Így van. Először kérvényezni kell, ott már mindjárt egy aknamezőre futunk rá, kérvényezni kell, amikor megkapod a határozatot az engedély arra, hogy te átalakítást hajthatsz végre, nyilván addigra már átalakította mindenki, utána vizsgáztatod, és aztán visszaslattyogsz az okmányirodába, és kapsz egy új forgalmit, amiben minden változtatás, hogyha annak megfelelően végezték el, hogyha olyan engedéllyel rendelkezik, akár részeket építesz be, hogyha, akkor átvezetésre kezdődik. Nyilván ez rengeteg pénzbe kerül, és ami a legrosszabb az egészben, vagy ami a legriasztóbb sokak számára, ezért van annyi illegálisan átalakított autó az országban, ami a legriasztóbb sokak számára, hogy önkényesen tudsz belefutni nem rajtad függő dolgok miatt akkora pofonokba, hogy valaki mondjuk kötelez arra, hogy elmenjél te a KTI-hez bevizsgáltatni egy alkatrészt, más azt mondja, hogy nem.
Van olyan hely, ahol a német nyelvű tűzpapírt elfogadják, mert tud mondjuk az adott vizsga biztos németű, vagy ismeri a Google fordítót, valahol nem fogadják el, akkor azt ki kell fizetned egy hivatalos fordítónál. Valahol csak az office fordítást fogadják el, valahol bárkinek a fordítását. Aki... Jó, ez a bürokrácia. Beszéljünk a pszichológiájáról. Mi a tapasztalat? Általában milyen típusú ember tuningoltat? Ezek kisebbségi komplexusokkal rendelkező férfiak többnyire? Nézd, bocsi, ha ez így van, akkor én is az vagyok, meg az voltam. Hát nekem de mi? Volt az voltál, de hát ez neked nem is kellett az autódat nekem megmutatni, azt látom. Egyáltalán nem. Én egy kicsi pondró vagyok hozzád képest, ez nyilvánvaló. Jaj, de... Pista, ez most ide. Jaj, de. Ez de nem, viccet félretéve. Nekem volt ilyen hivatalos engedéllyel átalakított autóm. Nézd, mit csináltál rajta? Nem, ez érdekel. Miért kell lejjebb ültetni egy Mitsubishit? Motort cseréltem. A motor miért cseréltél ugye... motort? Hát tudtad, milyen van benne, amikor megvetted. Igen, azért, mert én erősebb motort szerettem volna vele, tudod? Akkor miért nem vettél egy erősebb autót? Ezek érdekelnek. Mert az adott pillanatban vagy nem volt rá pénzem, vagy nem volt olyan a piacon. Akkor tehát az, aki nem tudja megvenni a Ferrarit, az egy Toyotából csinál magának Ferrarit. Igen, így is lehet mondani. Igen, igen. De itt inkább, a lényeg inkább az, hogy... Van valami, ami ugye egy ingóság, egy valami, amivel te szeretnél eltérni a többiektől, egy picit. Uh-huh. Vagy neked az úgy nem tetszik. Az, hogy kinek mi tetszik, az már megint tudod, ilyen nagyon egyéni kérdés. És ezért te azt átalakítod kicsit így, vagy optikailag, vagy esetleg a menet tulajdonságaiba is belenyúlsz, lejjebb ülteted. Nincs ezzel semmi baj, mindenki legyen úgy hülye, ahogy szeretne. És igazából ez az egyediség, egy kicsit kilógni a sorból, ez az, ami leginkább vezérel. Valaki mondjuk csak az optikai részre megy, valaki azért tuningol, mert tényleg szeretné, hogyha rövidebb úton megállna az autója, jobban fordulna, vagy ki tudna vele menni egy pályára, esetleg úgy, hogy aztán lábon haza is jöjjön. De ez ezerféle oka lehet, és nyilván erre ráállt egy hatalmas alkatrészgyártó piac, aki ezeket kiszolgálja. Nagyjából figyelj, hogyha te mondjuk egy habos-babos fóliát húzol az autódra, már az is átalakításnak minősül, és azt is be kell iratni. Én nézni, én tényleg teljesen véletlenül néztem a YouTube-on német rendőrök mikért, hogyan intézkednek a német városok utcáin, és ott például rendszeresen, sőt, a szigor van. Olyan szigor van, hogy mitől megállítottak egy kis autót, megnézték, olyan rendőr volt ott, aki egyébként minden műszaki dolgot ismer, tehát ő kapásból vágta, hogy az a légszűrő onnan van, milyen izé, és például, hogy a fényszórójának egy része le volt takarva, hogy szűkebbnek tűnjön az a szem, az a igen, ezt úgy hívják, a szemöldök. Szemöldököt kapott, azt mondta, morcosított volt, azt mondta, ezt le, tehát ez és ők olyan szinten csinálják, hogy ott helyben elviszik az autót a rendőr telepére, és kész, vége. Nekünk itt szent meggyőződésünk, hogy tény, hogy vannak országok, ahol nagyon más, hogy működnek ezek a dolgok, ezek általában a tengeren túl vannak, ugye mindjárt jártunk Amerikába, láttunk csodát. Ez egy teljesen más alapokon nyugvó rendszer. De Németországban is nagy a szigor. Ott is, ha neked nincs bejegyezve az átalakítás az autóban, így van, ahogy mondod, ott helyben te buktad a forgalmit, alakíts vissza, ha szerencsét van, akkor egyáltalán még valaha beleülhetsz abba az autóba. Pontosan. Ott is megvan ugyanez a szigor, és én nem is azt mondom, hogy nem kell, mert szerintem is kell. Nagyon sok olyan átalakított autó futkározik az utakon, amikben himi-humi alkatrészek vannak, rosszul van kivitelezve, stb. Viszont azt vegyük észre, hogy ez még mindig csak az autósoknak egy kicsi százaléka, és általában nézd, még nincs statisztika arra, hogy egy bizonyos baleset amiatt következett be, mert addig ezt tudod, ez ilyen légből kapott dolog. Uh-huh. De az tény, hogy ha szabályozni akarjuk, akkor azt viszont tisztességgel, becsülettel kéne szabályoznunk szakértők által. Ugyanúgy, ahogy te mondod, hogy a rendőr ott jogosult arra, hogy ő ezt meg tudja nézni, meg tudja mérni. Idehaza is amúgy a rendőröknél ott van a decibelmérő a csomagtartóban. Meg is van rá az előírás például, hogy el lehet kipufogó hangot mérni. Ezt én sokáig nem tudtam, de ott van. Én ezt láttam a saját szememmel, mert forgattunk velük, úgyhogy igazából például egy hangot ő is tud mérni. De már maga ott megint a megfogalmazás az olyan, hogy 4000-es fordulaton tartott gázzal, akkor most ez itt hangos vagy nem hangos,
Szóval egy kicsit ilyen gumiszabály ez az egész. Pista, amikor engedélyezik ezeket az átalakításokat, vagy tuningolásokat, tehát erre van egy törvény, tehát az úgynevezett tuning törvény, amiben le van írva, hogy egy Volkswagen Polóba 3000-esnél erősebb motort nem lehet tenni, vagy ez mindig azon múlik, aki éppen az engedélyezést végzi, és azt mondja, már durva. Nézd, 1990-es köhém rendeletekre hivatkozunk még mindig. Az meg már azért elég régen volt. Tudod, ez itt a probléma. És innentől kezdve az adott vizsgabiztosnak, illetve a hivatalnak van aránylag nagy játszótere a téren, hogy neked mit engedélyez, meg mit nem. Mit kér be még pluszként tőle tervdokumentációt, engedélyezett tűzpapírt, ha van neki, E-betűs vagy H-betűs az alkatrész. Szóval itt igazából annyit kéne csinálni, tisztába kéne tenni a dolgokat, és érthetővé tenni mindenki számára. Mert nem azt mondjuk, hogy mindent legyen szabad, nem, mindent ne legyen szabad. Csak legyen egy olyan működőképes rendszerünk, amiben nem veszik el az ember. Nem, és utána persze lehet tőle pénzt kérni azért, csak ne vesszen el benne az ember, legyen áttekinthető az egész. Igen, de ez az a baj, hogy Magyarországon meg annyi más törvény. Hát nézd meg, a dróntörvény ugyanezt, tehát hogy nem sikerül olyat alkotnunk, ami áttekinthető és valóban használható az életben. De ez egy tökéletes példa, amit felhoztál, és igazából a gond az, hogy nem tartjuk az ütemet. A technikai fejlődéssel, nézd meg, 1990, az 33 éve volt. Igaz, hogy toldozzák a rendeleteket, és az is tény, hogy ebben a vizsgabiztosok is bele tudnak bolondulni, mert nem véletlen, hogy nálunk léteznek ügyintézők, meg ügyintézéssel foglalkozó cégek, akik abból élnek, hogy ők átlátják ezt a rendszert. Ez rendben is van. De hogyha átlátható lenne mindenki számára, akkor ezekre nem lenne szükség. És igazából én azt szeretném elérni, vagy én az lenne az okos, hogyha arra törekednénk, hogy ne a kirekesztés módszerével éljünk, hanem az élni és élni hagyni módszerével, szedjük be a pénzt, kérjünk tőle pénzt, a drónra, az átalakított, attól a mindent. Csak értse meg az átlag ember is, hogy ez hogyan működik, és mire van szükség. Hogy a csomóra ne még egy csomót kössünk, hanem próbáljuk meg kibogozni. Mélységesen egyetértek, Pista, és pont itt jutottunk. Úristen, de ritkán van ilyen, hát jobban tetted a napom. De meg az enyém. Köszönjük szépen, na jó volt ez, köszi. Szia, váj, Pista, hello. Igaza van. Én átláttam ezt a tuning szakmát, gyerekek. Na mondjad. Tehát, tényleg egy Ford Fiesta-val be akarok egy 6000-es, 12 hengeres motort szerelni, de a tűvpapíron megvan hozzá, akkor beszerelhetem. Nézd, a tűv azért az egy jó dolog. Tehát a németeknek egy olyan intézménye, persze ott is voltak egyszer valamikor régebben korrupciós ügyek, de azért az egy megbízható rendszer, olyannyira, hogy véletlenül mi magyarok, akik ilyen vizsgálatokat nem végzünk el, mint ők az élet és a műszaki élet minden területén, megcsinálják helyettünk, megbízhatóan megcsinálják, tehát azt el lehet fogadni. Igen. Ezt én értem. De valószínűleg felvetne kérdéseket a 6000-es motor a Fiesta-ban. Tehát hát ez azért... az, tehát hogyha nekem van német papírom róla, akkor végül is miért ne? Lehet lángszóró is a tetején. Hát, de nem, azért nem mindegy, hogy milyen kaszniban van egy 6000-es motor, hány lóerős az a 6000-es motor, stb. Tehát milyen lehet, hogy nem a motornak hát van baja a tűv szerint, hanem a kombinációnak a te Fiesta kaszniddal, és a nem tudom milyen... Hát csak az a kérdés, hogy itthon ezt egy olyan szakember dönti el, hogy akkor most ezt megengedem, vagy nem. Ja. Ritkán van ilyen, hogy egy Maserati motort raknak egy Fiestába. Nagyon ritka. Ez India leginkább. Jó, akkor eldobom én akkor is ezt az ötletet. Jövünk vissza a mai nap legjobb pillanataival, pedig itt még jönnek az, hogy Ausztriában benne van a forgalmiban a gyári gumiméret, a gyári CO érték, ott a rendőr a helyszínen szankcionál, ha valami nem stimmel. Helyes. Egy autóban sem engedélyezném a nagy zenét, mit hall a külvilágból? Diszkózzunk otthon, ne az utakon. Na, ez még szigorúbb. Igen. Aztán itt az, ezt a korzát nem tudom pontosan felolvasni. Sokkal jobb egy igényesen megcsinált tuning autó, amiben minőségi alkatrészek vannak, mint egy rozsdás 30 éves autó, ami valamiért még műszaki vizsgával is rendelkezik, üzeni Martin Horpácsról. Ebben is igaza van. Így van. Ja, a mai nap legjobb pillanatai, hát ez a Jean-Claude Van Damme volt. Na, 10 óra lesz 3 perc múlva, Jézusom, Cranberries, oh yes, micsoda zene, köszönöm egy szívecskével, hát nagyon szívesen. Közlekedési van egy, M5-ös autópályán javítják a szaladkorlátot Budapest irányába a 27-es kilométertől áll a kocsisor a 22-ig. Köszönöm, igen, ez a javítási munkálatok miatt az valóban megfogja a forgalmat. Szórjátok ránk holnap is ugyanilyen jó minőségben a műsorotokat, itt leszek 6-8-kor a Nagykozári Főni, nem igazán kedvelem a Balett Belgát,
De Anett annyira vitte szerelmes tiniként a témát, hogy jó lett a végeredmény. Puszi, Anett üzeni Blitz Peti. Köszönöm, Peti, már hiányoztál. Főni, hatalmas vagy. Dupla dinamit, az minek a metafora? Sápat lett hirtelen a kicsi lány üzeni. Ja, szintén a Blitz Peti. Na, nagyon betegek vagytok, remélem lesz még ilyen kvíz hamarosan. A munkát is félretettük, amíg tartott, imádom a műsort. Amúgy Anett, Málna meggyógyult, puszi nektek, Hondás Kinga. Igen, köszi Kinga, most már egészen jól van. Nem kellett elvinnem állatorvoshoz. De jó. Hanem hogy? Mert meggyógyult, túl lett rajta. Adtam neki gyógyszert, ilyen fájdalomcsillapítót, amit még a múltkor vettem az állatpatikában. Aha. Mond? Mi baja volt, én nem emlékszem. De hát tudod, mondtam, hogy tudod. Nem aludtunk, mert hogy... Ja, mert nem aludtatok meg, csikarta has, amit igen. A lacikának. Igen. Az lett, mint a lacikának, és utána megoldódott. Igen. amúgy meg így a témából kibontakozott, nem tudom, ti éreztétek-e, itt érik így a Soma miatt egy ilyen Steven Seagal kvíz, tehát ott én érzékeltem némi szimpátiát. Hát nincs. Némit. Nulla nincs, sincs. De hidd el, hogy nagyon jó lenne. Na mindegy, nem mondom ezt, hogy azonnal, de hogy itt azért mi Anettel szagot fogtunk. Ne hagyd magad. De hogy hagyom, nem hagyom magam. Jó, gyerekek, Vágó Piros már nagyon-nagyon itt van. Mindjárt abuzálja a kávéfőzőnket, és onnantól friss lesz. De addig jó? Nem a kávéfőzők, igen. Na jó van. Legyetek vele, és aztán velünk holnap reggel 6:08. Viszlát!